Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig a Párásító Podcast. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, nem alias Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. Szevasztok, majdnem azt mondom, hogy Pifko Krisztián, alias megint szara hangom, Mujó. Hát, igen. Annyit celebeskedtél a héten, hogy elment a hangod. Mondd. Nem mondom, hiába kéred, nem mondom, mert nem erről van szó. Technikai problémákkal küzdök, és itt a celebeskedés okán nem volt alkalmam megoldani a technikai gondjaimat, úgyhogy most visszatértem a jól bevált és jó szarul szóló Android setupra. Aki nem értette volna, visszatért a jól bevált és jó szarul szóló telefonos setupra. Igen. Csak mert tényleg nehéz volt hallani, azért mondtam. Megpróbálok értelmesebben beszélni. A krákogásért. Na fiúk, akkor mielőtt megkeverjük a levest, megkérdezem tőletek, hogy azon kívül, hogy alig aludtunk, mert annyi dolgotok volt, nekem nem, mert én csak a tökömet vakarom, hogy mi történt veletek. Azon kívül, ami így látszódott ebből a három napból a héten, négy napból a héten. Igen. Fú. Hát a hajnalba hívtál valamelyik nap, amikor én éppen birkát etettem. Ja, igen. Az zseniális. Meg a befagyott vizét. Nem tudtam fölvenni a telefont, mert ugye vasvillával hánytam be a füvet a birkának. Meg ugye ilyenkor reggel meleg vizet kell nekik adni, mert most már sajnos fagy van minden. Azt hittem azt mondom, hogy meleg vizet kell adni, mert hát le akarnak tusolni szegénykéim. Igen, minden áldott reggel meleg vizet. Ficsor, nem alias, Zoltán, Fifika, a juhász. A juhász. Hát meg ilyenkor tudod, kutya, hát reggel fölkelsz, mindenkinek megvan a beosztása. A lányom az alszik tovább, én birka kutya. Ez a beosztás, a lányom alszik tovább. Igen, én kutya birka, a feleségem az meg megy a boltba a kifli zsömle, tehát így el van szépen osztogatva a reggeli kelés, és akkor így Charlie nem is tudom, mikor ilyen 3-4-7 környékén, tehát pont a birkáknak márhogy szerdán? Lapátoltam be a szénát. Várj, a szerda volt? Tegnap? Nem, ked volt szerintem. Ked volt. Lapátoltam be a szénát. És akkor, de visszahívtalak, tehát nem mondhatod, hogy... Hát abba hiba nem volt, persze. Hogy mertél volna nem visszahívni. Mertelek volna nem visszahívni. De tényleg ez az egész hetünk gyakorlatilag ezekről a dolgokról szólt. Hál' Istennek, hogy a sok szarságban volt azért egy kis jó is, mert hogy így kiegyenlíthettük a számlát valamennyire. Már amennyire lehetett. De ezt majd kidumáljuk. Szóval nekem így meg az mellett ugye minden nap dolgozok, tehát gondolom mindenki, vagy mindannyian, de így különösebben nem történt velem semmi kimagasló. Ja, meg hát megkaptad a csomagom. Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, és akkor ezúton is most már egyébként direkt nem írom ki csak egyszer a Facebookra, amikor a következő játékhét elindul, hogy igenis, aki nyerni akar, az figyeljen oda, nézze, keresse, csinálja a dolgát. Látszott egyébként, hogy most porszem került a gépezetükbe a fiúknak, mert a tökéletes 100%-os válaszok száma 7 forduló után 7-es darabra csökkent, tehát ennyi ember van, aki mind a 7 válaszra tudott válaszolni, vagy kérdésre. Hát ez az utolsó kis beugratós teljesítmény, meg ellenállás, meg amper, meg veszteség, ez megkavarta őket. Volt benne néhány teljesen felesleges adat, amit figyelembe se kellett volna venni, úgyhogy kaptam én egyébként gyönyörű értékeket, 13 ampertől egészen az 1, tudományosan ki volt számolva, 1,78, nem tudom, hogy jött ki neki,
mindenféleképpen próbáltam, de nem. A 13 az még ijesztőbb volt. Úgyhogy ez volt. Nagyon szépen köszönöm, mert bár nem tudom, hogy mit csinálok azzal a, nem tudom, stand vagy mi a túró az a papír, amit meg kéne hajtogatnom. Az csak egy ilyen... Az a eldobhatósnak az állványa, reklam az állványa. Egy ilyet szeretnék olyanba, hogy a te életnagyságú, tudod, mint Boba Fett, vagy Yoda, vagy ilyenek, és akkor így a hátam mögé beraknám a sorsolásnál, és így tudod, hüvelyik új fölfele, én csak ezt szívom már mióta, és azóta fényesebb a bundám. Na, valami ilyesmi tök jó lenne ide a háttérbe. És mi volt még? Igen, megkaptam a CE jelölésű jázmint is, ami már tudjuk, hogy mit jelent a CE, mert az nem az, hogy Central Euro. Ne, abszolút. Charlie Edition jázmin, és a biri-biri barack, ami nagyon fini, és sok ajándék likvid, úgyhogy nekem ilyen örömteli napjaim vannak, hogy ilyen csomagokat kapok, aztán lassan porciózom őket kifelé, még van egy meglepi felajánlás, és akkor egy héten belül szerintem kifogom pontosan rakni a pakkokat, hogy melyikben mi lesz. Lesz egy e-cigi találkozó Budapesten. Ezt még annyira nem reklámoztuk, vagy hirdettük be, de ebben az e-cigi találkozóban lesz egy vetélkedő. És most szeretnélek fölkérni arra, hogy a vetélkedő anyagát állítsd majd össze, de ezt majd megbeszéljük. Ó, ezt beszéljük meg, mert már a mostani 10 kérdésnél is a vért izzadtam, hogy legyen könnyű, de ne legyen nehéz, de legyen nehéz, de ez mennyi volt, és akkor... Nem, figyelj, én már nem akarok tekerőversenyt, meg ilyeneket, ez sokkal jobb egy ilyen vetélkedő. Online akarod, vagy offline, vagy hogy szeretnéd? Offline, tehát aki papír ott alapon, van. Aha. Aki ott van. Hát nem, csak tudod, hogy ilyen volt az 50. találkozón is, amikor megfektettük a jó népet. Igen, mert 70-en rászakadtak gyorsan a kérdőívre. A jó népet megfektettük. És akkor ez mikor lesz ez a találkozó? Ez a november... Novemberi találkozó a Fanyűvőbe, így van. Betesszük a show notes alá a Facebook eseményt. Nagyon sok értékes lesz tombola, ami az Egyesület kasszáját gyarapítja, ami meg majd a még nem tudjuk, mire lesz felhasználva, de nagy valószínűséggel. Csak meg szeretném említeni, hogy jön a karácsony, és tőled még nem kaptam semmit. Semmit. Nagy valószínűséggel itt a magyarországi történések valamelyik olyan dolgába akarjuk beletenni, ami előrébb viszi az ügyünket. Mondd el, légy szíves, ez milyen nap lenne? Szombat. De melyik szombat? Hát, várj, megkeresem neked. Csak azért, hogy már itt nézem a beosztásomat, hogy éppen akkor dolgozom-e, de végül is, hogyha nem most, tehát nem 7-e. Nem dolgozhat semmi. Annyi emberre beszélgetek, hogy... Istenem. Hogy már azt se tudom. Én december 5 Fanyűvő. Hát ez tök jó, hogy novemberre beszéltél. 16 órától. December 5 Fanyűvő. Lefoglalva 16 órától. Édes Istenem, de jó. 16 órától, én meg este 19-ig dolgozom. Megvan. Hát akkor már jó lesz a hangulat, mire odaérsz. Az nagyon jó, ennek örülök. Én viszont szakadok folyamatosan, aminek rohadtul nem örülök. Mi sem, de hát már kezdjük megszokni. Na, és veled ezen kívül mi történt, Mujó, a szakadáson, a mikrofon hiányon és a celebeskedésen kívül, amire majd ki fogunk térni, mert már minden csapból, minden szinten te folysz.
Hát nem tudom, hogy mi történt velem, az őszintét megmondva. Akkora rezet volt ez a tegnapi, meg a mai nap nekem, hogy teljes radír volt az agyamon. Ezen gondolkoztam percekig, hogy mi a nyavaja történt velem az elmúlt héten. De sikerült összeolóznom a darabokat. Igazából nem sok, nagyon sok-sok-sok felgyülemlett munkám volt, és ezt daráltam be hétköznap, hétvégén egyaránt, hogy ilyen dolgos, munkás és gőzléres hetem volt. Uh-huh. Jó, van. És elmúlt a kis cicánk hasmenése. Jaj, hát ennek örülünk a legjobban. Hát az... Valaki vigye már el azt a macskát. És élő egyenesbe fosattad a macskát? Ezt csak így kérdezem. Nem, fosattam, én csináltam magától. De hogy a cica vízióban ez is benne volt, érted? Hát a sarokban a szemfülesek tudják nézni, igen, amint a dolgok. Szíjetet. Ez nincsen meg rögzítve. Jó lenne, mert akkor csinálni belőle egy kúb videót, és akkor nézhetném naphosszat, ahogy a macska kulázik. Te mújó és glicerin tartalmú kúpot adtál a macskának, vagy... Az mérgező, vigyázz. Formaldehides kúpot, háromszor erősebb formaldehides kúpot adtam neki, glicerinnel, propilénglikollal és ANTS-szel töltve. Figyelj csak, ezt mintha egyszer már beszéltük volna, nem, hogy a macskának annak káros a propilénglikoll? Hű, ez így most nem rémlik. Nem, a macskának hogy, én vagyok káros. Hogyha megeszi. Most vagy a glicerin, vagy a propil, de mintha beszéltük volna ezt már valahol, valamelyik podcastbe. Na mindegy, ez csak így. Lehet, nem rémlik. El tudom képzelni, mert annyira kis hülye veséljük, hogy lehet, hogy ezt megterheli, de nem akarok baromságokat mondani. Állatorvos rovatunkat hallották. Ennek légy szíves, nézzünk utána, mert... Jó, mert feltétlenül. Tehát macskát ne, macska ne vépeljen. Tehát... És várjál, de aztán... Nem tudunk eleget a macskák eleget. Nem tudunk eleget a macskák vépelését. Ezt nézd meg, légy szíves, a kutya és a birka tekintetében, nehogy az legyen, hogy egy oda nem figyelt pillanatban Fifika véletlenül a birkára fújja a füstöt, aztán jó megdöglik. Hát nem tudom. Nem tudom, beszélek egy-két ilyen vépelő pásztor emberrel, hogy ez hogy is van amúgy. De Isten bizony, mintha mújó mondta. Ki háromunk közül kimondhatta volna, ki a macska ügyi előadó, érted? Várkonyi Andor. Lehet, hogy az Andor mondta, nem tudom. Andor ennél metálabb azért, hogy ilyenne töltse az idejét. Belecsapjunk a levesbe, fiúkák. Csapjunk. Na, ott hagytuk abba múlt héten, hogy ott hagytuk abba, hogy nem emlékszek rá, hogy hol vagyunk. Valahol abba hagytuk múlt héten. Valahol abba hagytuk. Múlt héten volt egy civil rádiós. Mi volt a múlt? Tehát már így összefolynak, érted? Charlie fölhívott, hogy sorrendbe akarja rakni a történéseket, és tudod, még én is belekavarodtam, hogy várjál, mi is volt? Hogy volt sorba? Tehát ez marha jó egyébként, hogyha van egy ilyen kronológia, mert az embert hozzá tud nyúlni, hogy úristen, tényleg, és még az is volt. És még az is velem tegnap. Igen. Azt mondja, rámegyek az idővonalra, azaz timeline-ra, és a Smoking Again podcast Hírországból szeretettel, jó, akkor utána volt az Emmy és az ANTS nyilatkozat csütörtökön, utána jött november 3-án ez az agyfasz, az ANTS szerint káros az egészségre az e-cigi, a legújabb Luddita premierrel, aztán pedig ma 4-én Krisztiánnal volt egy interjú, de akkor induljunk ki abból, ami volt, ugye a 31-ét azt még nem tárgyaltuk ki, ha jól emlékszem, illetve hát ott abban a bejegyzésben gyűjtöttük össze az eseményeket, Fifika. Igen,
Nem tudtuk kitárgyalni a 31-ét, mert ugye ügyesen megvárta az ANT ezt a csütörtöki podcastet, és csak utána mertek nyilatkozni. Ne, azért mondom, hogy abból csináltam én egy bejegyzést, egy timeline-szerű bejegyzést, ahol 19-től össze van gyűjtve egészen 30-áig, illetve benne van a Demién vs. valóság is, és aztán benne van a 11. hó 3-ai, tehát ezt folyamatosan frissíteni fogjuk. Bele fogom rakni akkor a mostani nyilatkozatodat is, hogy egy helyen meglegyen. De akkor folytassuk a Horváth Ildikóval? Mert hogy az volt az, ami kiváltotta ezt a komment cunamit igazából. Tehát hát már azért egész magasra tette a lécet Demién az ANTS-szel pénteken. Én nem tudom, melyikkel folytassuk. Folytassuk akkor időrendben azzal, amit te mondtál. Most mit mondtam? Mondjad azt, amit most mondtál. Demién, péntek. Ja, igen. Hatalmas stratégiai érzékkel a tisztelt ANTS és a Dohányzás Fókuszpont kivárta, hogy kijöjjön a múlt hét csütörtöki podcast, és ne tudjunk érdemben egy hétig reagálni az eseményekre. Számolnak velünk rettenetesen, és kihozták, én nem is tudom, minek nevezzem, a hivatalos nyilatkozatát elektromos cigarettával kapcsolatban. Ez a Dohányzás Fókuszpont és az ANTS egyesítették erőiket, mert egyedül nem tudnak elég hülyék lenni, úgy látszik, és most közös erővel a csillagokat is lehazudják az égről. Igen, tovább. És, igen. Én mondom, hogy nagyon szét vagyok esve, úgyhogy segítsetek egy picit. Az elektromos cigaretta egy olyan, viszonylag új termék a világpiacon, melynek valós egészséghatása, egészséghatásáról egyelőre kevés információval rendelkezünk. Az eddig végzett vizsgálatok eredményei azonban rémisztőek. A kifújt párában egyes veszélyes anyagokból még annál is több van, mint a hagyományos cigaretta füstjében. A pulmonológiai intézet stratégiai igazgatóját, dr. Horváth Ildikót kérdezték a témáról. És ez még csak a bevezetés volt. Tehát ez a tipikus újságírói bomba, érted? Ahol nem folyik vér, nincs veszélybe, emberélet, és nem határozzuk meg a károsságát a legszarabb dologhoz képest, az nem is félvezetés. Erre írtam talán egy olyan kommentet, hogy vigyázat, a csirkemellben sokkal több a hús, mint a rántott sajtban. És analógiáját tekintve ugyanaz, mint a egyes veszélyes anyagokból még annál is több van, mint a hagyományos cigaretta füstjében. Sőt, még mondták is, hogy még növényi kényszerimből is több van benne. Képzeljétek el! Hát, mondom, ez fantasztikus. Képzeld, hogyha helyette dohány lenne benne. Mindegy, engem... Az gyönyörű volt. Engem már a titulusa is kiborított a doktor nőnek, aki nem tudom, hogy utoljára mikor praktizált, hiszen stratégiai igazgató, hogy milyen stratégiai döntésekről kell neki döntenie nap, mint nap. Valószínűleg monopoliznak. Megállás nélkül. Vagy hogy Ildikó, gyere, mert stratégiailag kevés a gumikesztyünk, mi legyen? És akkor ő így gondolkozik, hogy most ez egy fontos stratégiai döntés lesz. Rendeljünk még! Hát ha megfigyeljük, hogy a témában megnyilatkozó szakértők, és ugye így most a podcast keretein belül hiába integetek kis nyuszi füleket, hogy idézőjelben értem a szakértőket. Mint eddig láthattuk, az összes szakértőről elmondható az, hogy halványilag gőzük nincs az elektromos cigarettára. Úgyhogy el tudom képzelni, amikor a doktornőt kasztingolták, hogy Ildikó, tudsz te valamit az elektromos cigarettáról? Semmit. Te vagy a mi emberünk! Ez szerintem az úgy nézett ki, hogy jönni kéne egy pulmonológusnak.
de mindenki vagy 72 órás ügyeletben van, vagy dolgozik. Ki az, aki ráír? Az igazgatóasszony végül is, ő csak stratégiailag van itt, és így ráér. Nem tudom, hogy föl akarjuk-e vágni az agyunkat, hogy elindítani a videóját, ami volt ez a pár perces, és végighallgatni, hogy miket mond, de megint csak agyfasz kapnánk tőle. Mert egyébként látszott rajta, voltak olyan pillanatok, amikor az szerintem a kérdés se értette. Teljes homályban volt szerencsétlen. Még az előzőhöz hozzáfűzném, hogy az sem lehetetlen, hogy úgy történt ez az egész, hogy szükség lenne az intézetből valakinek a tévében. Tévében! Az új kis kosztümöm. Én megyek. Mondott te, aki elővetted az ünneplő ingedet? Az ünneplő kettes számú ingemet igazán. Igen, kronológiai sorrendben. Igen, és ez teljesen digitális, tehát neked nem digitális, mert van egyes és van kettes. Igen, trinér. Igen. Szóval kérdeztek olyanokat, és én igazából próbáltam rávetíteni a műsorvezetőkre azt, ahogy mi készítünk adást, mert mi azért lényegesen profibbak vagyunk, mint ők. Tudjuk a szakma csínyát, bínyát, és tudjuk, hogy náluk is van egy jó zsaru és egy rossz zsaru, de én nem vagyok róla meggyőződve, hogy a hölgy az, hogy fogalmazok, hogy politikailag korrekt legyek, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy ő tettette a hülyét, és én elhiszem, hogy a gyártás az mindenkinek a fülére nyomja az infókat ott az adásban, de szerintem ez kurva rossz irány minden szempontból, hogy van egy ilyen 6-8 perces blokk, amiben ki kell fejteni egy témát, úgy, hogy érdekes is legyen az is azoknak az embereknek, akik nem ismerik a témát, megismertesd velük, és ne tájékoztasd félre. És csak ez a három nem sikerült most egyébként nekik mindig le kell görgetnem, a stratégiai igazgató asszonnyal kapcsolatban, mert hiszen ő sem volt felkészülve, plusz még ugye ez a vakvezet világtalant volt, mert hogy a számomra lényegesebb felkészületlenebbnek tűntek, mint például a Pakman Péter, aki legalább a kérdéseket és az arra adott válaszokat elolvasta szerintem adás előtt. Itt meg a nő más se csinál, csak úristen, atya, tényleg. Tehát ez a beépített sopánkodó szerep volt a zövé, gyakorlatilag így learcbábozta, érted, a rémületet. Ami... Igen, és akkor tegyük hozzá a legrosszabb, legokádékabb kommentjét, amit sikerült, és átvezetnék Mújó, nem annyira fényesen sikerült, de nem rajta múlott Krisztián riportjára, hogy ott meg ez a de hát egy doktor mondta tegnap, és akkor az bazd meg, az úgy van. Szakértő. Mert egy szakértő doktor, azt nem akartam volna ki. Mi köze van az elektromos cigarettához a TBC-nek? Kezit csókolom. Várj, és akkor tehát, tudod, mikor azt mondja a szakértő, hogy és azt is el szeretném mondani, hogy a nikotin halálos méreg. És rendesen az ér így kidudorodott a homlokán, mert Amerikában is 200-an, és megitta, és meghalt, és igen, csak amiről beszéltünk az adásban múltkor, hogy kéretik kontextusba helyezni, hányból 200? 201, már, 201-ből, és vagy 20.000-ből? Mert nem 200 mérgezési esetet jelentettek, hanem 200 telefonhívás ment be, fáj a fejem, elcigizek, igen, lehet, igen, hogy igen. Attól. Tehát ez nem az, hogy ó, legyeltem egy deci vizét, nikotin, meg fogok dögleni. Nem, ez az, hogy kicsit többet vépelt mondjuk, vagy akármi. Tök mindegy, lehet, hogy nem is cigi, csak sok cigit szívott, tehát nem elcigen. Ne haragudjanak már, néztem a Magyar TV-be azt a szakembert, és nagyon fáj, ha a seggembe dugom a módon, baj. Szóval, és akkor van egy ilyen műsor reggeli sávban, és a nő, mármint a műsor vezető nő, még rátesz egy lapáttal, bazd meg, és adja alá a lovat.
és mind a ketten elhiszik a másikról, hogy értenek ahhoz, amit csinálnak. Közben meg nem. Hát nem. Olyan jó, hogy én nem voltam ott, Krisztián, mert te politikailag korrekt legyél, meg maradjál, és neked azt kell mondani, hogy de hát kihozták a helyzetből, amit ki lehetett hozni. Kurvára nem hozták ki. Ez egy lófasz volt. Hát ha az lett volna a cél, hogy a másik pólust is bemutassák, akkor valóban lehetett volna többet tenni. Én ennek a kicsinek is örülök, amit sikerült, de igazából, hát nem tudom. Figyelj, én a te, hogy rákössünk, ráfűzzünk a te értelmes nyilatkozatodra, annyit, mert hozzám is jöttek kommentek egyébként, és én esküszöm, hogy védtelek, ameddig tudtalak, de nem akartalak. Nem. Tehát védtelek köröm szakadtáig, mert mondták, hogy de hát, hogy meg miért nem rámenősebb, mondom, várjál, nem volt összeszedett. Akkor most, hogy ráncsuk le a leplet. A nyilatkozat, amikor megtörtént a megint görgetnem kell stratégiai igazgató úrhölgytől, akkor, hát nem azt mondom, hogy abban a pillanatban, de utána nem sokkal, mi gyakorlatilag órákat át beszéltünk így hárman, és én pont dolgoztam, és átküldtél egy anyagot, ahol ugye te megkaptad azokat a kérdéseket, amik már kikerültek tegnap a vaper.hu-ra, meg amit mi is átvettünk tovább közlésre, az ECG tesztek, és megvolt ott, ami tök korrektnek tűnt, ugye még mielőtt te nyilatkoztál, hogy elküldték neked a kérdéseket, te a kérdéseket megválaszoltad, és visszaküldted. Ám de, még voltál annyira lelkiismeretes is. Nem küldtem vissza. Vagy nem küldted vissza, bocsánat, hanem nem. Megjöttek a kérdések, és akkor gyakorlatilag mi megnéztük, hogy hány perc adás volt a nőnek. Körülbelül kiszámoltuk, hogy hát az durván 8-10 perc lesz neked, és akkor máshogy csináltál, csak otthon magadnak fölmondtad, mérted stopperral. Egy Krisztián rám írt 6000 karakter? 8200. 8200 karakter. És gyakorlatilag te leidőzítetted saját magadnak, mert voltál olyan kis csacska-macska, hó, ez csak most jött, csacska-macska, mocska, hogy azt hitted, hogy ezek a kérdések ebben a sorrendben lesznek föltéve, és kérdés-válasz, kérdés-válasz. És majd lesz időt kifejteni és, a ráadott válaszokat. És nekem az már ott éreztem, hogy valami baj van, amikor csináltak egy visszatekintést, mert olyan rég volt az a másik nyilatkozat, hiszen már eltelt 24 óra, hogy be kellett játszani belőle egy másfél percet, tehát a 8 percetből hirtelen lett 6,5, és a 6,5-nél elkezdtek ilyen jelentéktelen és lényegtelen fasságokról érdeklődni, amit te készségesen megválaszoltál. Ott egy picit úgy éreztem, hogy meg is döccentél, és meg, nem... mert nem ezzel készültem. Tehát igen. Leki annyira gyönyörűen azért döccentem ott meg, mert próbáltam kőzerővel, kétségbe esettem fölidézni a Leki tegnap esti posztját, ugye a boszorkányüldözésest, amiben összeszedi a kis adatokat, és ő gyönyörűen cáfolja a stratégiai igazgatónőnek az állításait, és én egész egyszerűen a kérdések alapján nem ezzel készültem. Én már éreztem, hogy az elején ott elvesztettünk, mikor ugye megbeszéltük, hogy hogy fogsz kezdeni. Igen, és azt én be is gyakoroltam, a hülyeskedj. És nem sikerült, és az nem sok embernek tűnt föl szerintem, de a készüléket sem látszott, pedig megbeszéltük, hogy ugyanúgy, ahogy az EU-s nyilatkozatoknál mindig tüntetőleg kint volt nekik az egójuk, vagy bármi elektronikus cigijük, neked is kint lesz. És mi történt? Nem engedték. Kategorikusan megkértek rá, hogy tegyem el, mert hogy nem szeretnék, hogy bárki beperelje őket, mert hogy dohányzást népszerűsítő eszköz van. Ott rászántam egy 10 másodpercet, körülbelül mondtam, hogy a jelenlegi jogszabályok értelmében ez semmilyen körülmények között nem minősül annak, és semmi bajuk nem lehet. Aztán ott még mondtak ezt azt, hogy de hát is product placement és termék, de hát mondom, nem is látszik a márkája, úgy forgatom, és amúgy sem gyártják már ezt a készüléket. Az nem baj, de úgy nagy általánosságban, és akkor mondtam meg, hogy jó, ezen ne veszünk össze, akkor leteszem itt a magam mellé. És akkor jöttek a kérdések. Ja, azt nem mertem mondani nekik, bocsánat, az még így a nyelvem hegyén volt, hogy elmondom nekik, hogy egy hete a TV2 élő egyenes adásban rázumolt a készülékre, ugyanerre a készülékre nem akartam ott borzolni a kedélyeket a konkurenciával, inkább búztam az árral.
És mi volt még? Igen, tehát elkezdett a nő belemenni a legapróbb dolgokba, aztán 10 másodperc múlva gondolom a gyártás rászólt a fülére, hogy sietni kéne, akkor témaváltás. Jó, jó, akkor vegyük át tételesen. Ehhez képest nem vettük át mi van? Igen, és tényleg, tehát én csak azt hiányoltam, amit megbeszéltünk, ugye, hogy azt fogod mondani, hogy nem kell megijedni, senki nem fog meghalni itt a stúdióban, úgysem, hogy felétek beszélek. És hiányoltam a 95-öt, és hiányoltam a kolbászt, és hiányoltam még sok mindent, amit az Isten csapása emberek megértettek volna. Mert úgy látszik, csak számokból értenek, sokan hiányolták Farsalinost, akik nekem írogattak. Mindenben van igazság, de azt is meg kell érteni, hogy Krisztián egyedül volt ott, 2 emberrel, plusz azzal a rengeteg háttérszemélyzettel, akik ott voltak, és azért így nehéz küzdeni. Minden elismerés, és respekt egyébként neked. Hát az van egyébként, hogy ez nem az én műsorom, tehát azért egy alapvető illem azért szorult belém. És én ez, nem a baj. Szóval. Ez a baj. Persze, kezd fölmenni bennem is a pumpa, és kezd, meg hát óriási rutinom sincs. Ja, láttam egyébként, volt egy olyan, amikor nem tudták, hogy hova kapcsoljanak, és téged mutattak meg a csajt felváltva, és ott beléd szorult a szusz, és ott majdnem legyintettél így lemondóan egyet. Jó, mindegy, mondjad akkor, bazd meg. Ott a csávónál még egy pici értelmet láttam az alagút végén. De a nő kiírtotta a pillanatok alatt, hát most erre mit mondjak, vöröshajú meg nő. És minden vöröshajú nőtől elkér. A hölgy sajnos nagyon kerékkötője volt a történetnek. Igen, és azt vettem észre, mintha ő a tegnapinál beakadt volna a lemez, mert ugye a doktornő azt mondta, és ő ahhoz tartotta magát, és én nem láttam benne az objektivitást. Tehát nem arról szólt szerintem, hogy akkor most meghallgatjuk az ellenérdekelt, nem is ellenérdekelt, meghallgatjuk a másik felet. Hanem ő váltig állította és szegezte neked azokat a hülye kérdéseket, amire nem tudtál 8 perc alatt értelmesen válaszolni. Hát igen, én kicsit a védelembe venném a műsorvezető hölgyet, mert a végén gyönyörűt mentett, amikor bedobta azt, hogy akár ők is fórumot nyújtanának egy ilyen kétoldali beszélgetésre, ahol az ANTS álláspontját képviselő emberek is ott vannak, és az nagyon gyönyörű felütés volt. Krisztián, ez... Jó, na, értem. Hány éves vagy királyfi? Ja. Jó, nem gondolom, hogy nem félek attól, hogy... Az kemény lett volna, ráfűzött, hogy... Rá kellett volna fűznöd, hogy igen, de akkor már egy kicsit komolyabb műsorban, esetleg a Baló úr műsorában, hogyha lehetne, mert ott van asztal is, van idő is, van hely is. Köszönöm szépen. Az zsír lenne egyébként. Én annak kurvára tudnék örülni. A Baló nem hülye kérdéseket tesz föl. Már majdnem Kálmán Olgai magasságokban vagyunk. És az zsír lenne. Ott aztán lehetne csörtézni, és szívesen mennék, csak más nem, te mondanád a tényeket, én még mikor valaki fasságot mond, akkor vagy így rámutatnák, hogy, vagy rámutatnék, hogy hazudsz kutya, vagy csak egyszerűen így, hogy ha-ha-ha, ez hülye. Az mögöttem, és így az egyik öklödet ütögeted a másik tenyeredbe. Vagy csak annyit mondanád, hátrafordulsz, Vini, gyere. Nem, egy kicsit szólva az előzőleg elhangzottakhoz, tehát aki látta a műsort, nyilvánvaló, hogy nem ez volt a szándékom, hogy ilyen legyen a lefolyása a dolognak. Tényleg 8 percbe beleférni úgy, hogy még meg is rövidítik, és ez volt az első olyan műsor, amiben úgy voltam, hogy 2 műsorvezető van, és nem az, hogy engem nem hagynak beszélni, de még egymás se, és az egyik kérdésére adott válaszomat nem hagyják, hogy végig mondjam, megkérdezi a másikat. Ez irgalmatlanul kaotikus, és elképesztő módon kitereli abból a mederből a dolgokat, amit így az ember fejben összerak magában, hogy ott, igen, ezek a témák, ezeket mindenképp el kell mondanom. És akkor így ketyeg az agyad, és várod a lehetőséget, hogy legyen egy olyan szó, amire ráfűzhetsz valami másikat, de ebbe akkor belekérdeznek valami tök másikat, amivel nem készültél igazából olyan szinten föl, úgyhogy akkor uberálsz az agyadba, hogy melyik, igen. Fú, nagyon elképesztő. De én nem mondom, nagyon, hogy ezt hogy kéne csinálnod, és megvannak a megoldásai, mindenre ki van dolgozva. Az egyik, hogy túl sok adat van a fejedbe. Lehet, hogy le kéne magad szedálni egy felessel így adás előtt, és akkor így hát az se lenne, akkor is bőven felettük lennél. A másik pedig az, hogy,
hogy csinálunk ilyen stressz tréningeket, hogy ketten elédülünk, és próbálsz beszélni. Kérdezünk, próbálsz beszélni, és a másikunk meg majd beleszól, és te meg majd ezeket fogod gyakorolni, hogy elnézést egy pillanat, még az előző kérdésre válaszolnék, köszönöm. És így tak, 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 tak. Hú, nagyon zsír lenne. Jó, tartsunk ilyen tréninget. Én benne vagyok. Ú, nagyon király. Viszont annyit spoilerezhetünk, hogy a héten lesz azért kifejtősebb is, ha nem is videó, tehát nem a tévében, hanem rádióban, de valószínű, hogy azért jobban ki fogod tudni fejteni, mint itt ebben a 6-8 percben. Én erre nem vennék mérget, mert a műsor szerkesztővel beszéltem, és az ugye egy zenés műsor, amiben szöveges blokkokat tolnak bele, és ott 10 perc lesz. De hát nem tehát az lesz, mint a... Fú, nem is tudom, mert múltkor milyen rádió... Ciliusnak a műsorában, amikor órákig tudunk beszélni. Igen, nem, és akkor tudod, ez volt, hogy beszéd, zene, beszéd, zene. Ott sok beszéd és kevés zene, nem, ez annak a fordítottja lesz, mindössze körülbelül 10 perc lesz, esetleg innen-onnan lehet elcsípni, de őrületes mennyiségű rendelkezésre álló idő nem lesz pénteken. És azt nem lehet egyébként... Túszul ejteni a műsor készítőket. Nem is arra gondoltam, hanem azért tudod, hogyha mondjuk hallgatsz egy Kerr rádiót, akkor egy csomó olyan ilyen bújtatott reklám van, mint megkérdeztük Kis Pistát, az XY cégnek a vezérigazgatóját, hogy, és akkor egy ilyen marketing szagú olyan kérdés, arra kész válasz, megint egy kérdés, megint a kész válasz, tehát fölépíteni egy dialógust a kettő között, és akkor ezen a vonalon csak mintha fölolvasná az ember az egyik, a másik, az egyik, a másik, és akkor hát, ha bele lehetne úgy a tényeket, az adatokat úgy rögzíteni. Az a baj, hogy tényleg az van, hogy valaki mondta is, hogy ez is lehet az egyik bajunk, hogy csak olyan dolgokra hivatkozunk, amiket vagy mi fordítottunk, vagy mi írtunk, vagy valamilyen e-cigi related oldalon van. Ez nem igaz. Jó, de nézd meg azokat a linkeket, amik mondjuk kim vannak most a vaper.hu-n a legutolsó cikkben, és hogy abból hány olyan link van, ami teljesen független szakértői vélemény mondjuk. Ez, tehát ez is hát visszajött. Tovább kell nézni egyetlen egy lépésre. Most gyakorlom, hogy közbeszólok, figyelj. Tovább kell nézni egyetlen egy lépésre. Menj neki a csárgának, fogd meg. Tarok! A Vaperun lévő nyilatkozatban azért vannak a magyar cikkek, mert akik el fogják olvasni, azok magyarok, és nem fogják elolvasni az angol eredetit, de ha megnézed, a három hivatkozás, ami történik, az a kettő bleki anyaga, egy pedig a mi anyagunk, és az viszont már az összefoglaló anyagok, az a három összefoglaló anyag, amire hivatkozik a mai nyilatkozat, az szépen az eredeti, hogy hívják, tudományos weboldalakon lévő kutatási beszámolókat, stb. Linkelik, tehát csak egyet tovább kell kattintani, és ott az összes. Kellene. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nem igaz, hogy kellene. Mi csak olyanokat idézünk. Nyilvánvalóan olyanokat próbálunk közvetlenül idézni, illetve közvetlenül linkelgetni, amit, hogyha oda téved az ember, akkor könnyedén el tudja olvasni, hogyha oda nyomnánk egyből az óruk alá 80 darab PubMed-es, meg nem tudom én milyen ilyen publikációs oldalt, hát eszük ágába se jutna rákattintani. A másik, ami bocsánat, e kapcsán eszembe jutott, az az, hogy olyan kritika is érte a mai műsort, hogy miért nem idézünk tanulmányokat. Hát könyörgöm, 8 perc van, hogyha elkezdek szóról-szóra számadatokat, idegenneveket, kifejezéseket nyomni egy ilyen műsorba, egyrészt a reggeli néző azonnal elkapcsolni, mert erre kíváncsi. Jó, hát de mondjuk annyit megtehetsz ilyen esetben mondjuk, szerintem, hogy nem kell belemenni mélységében mondjuk egy több száz oldalas tanulmányba, hanem azt mondod, hogy és erre van mondjuk XY-nak az a tanulmánya, ami azzal foglalkozik. Vagy ott van az a tanulmány, amit YZ írt, az pedig azzal foglalkozik. Én például kurvára vártam volna azt, hogy az megemlítődjön, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy ANTS-ünk, aki azt mondja, hogy ez az ördögtől való, és van egy angol ANTS, aki meg egyenesen javasolja az embereknek. Tehát, hogy így saját maguk szervezetével. Persze, tudom. Nézd meg az anyagot, amivel készültem, ott volt benne, minden ott volt benne.
Nem így hát alakult. Tudom, csak akkor ennyi erővel tényleg nem kell erőltetni a média megjelenés, mert semmi értelme. Azon kívül, én hogy... ezt nem mondanám, Charlie. Én ezt nem mondanám igazából. De csak azt nem tudod elmondani, ami lényeges és értelmes lenne. Mert de... szabadba vágnak, meg nem tudod kifejteni az álláspontodat, mert csak azt mondják, hogy hát ez végül is egy doktor mondta. Bazd meg, doktor mondta. Nézzük a jó oldalát. Ma élő egyenes adásban lehetőséget kaptunk arra, hogy kimondjuk Kerek Perec, hogy az ANTS és a kis cinkosai hazudnak. Ez figyelj már, ez egy iszonyat nagy mondatod volt az elején, ezért nem akar senki beperelni? Nem tudom, majd kiderül. Jaj, de erre várunk már. A jó Isten áldjon meg mindenkit. Hát pereljenek már be, hogy kelljen már bíróság előtt bizonyítani, hogy kinek van igaza. Mint a Tigrisbe. Perelünk, Lalikám, perelünk! Az sajnos a műsorban... Ja, mondjad, Fifika, bocsánat. Semmi. Na ez, látod? Ez nem tudsz közbevágni. Jaj, Fifika, mondjad, jó, oké, mondjad. Nem, kus legyen. Szóval sajnos nem jutott eszembe csípőből az a válasz, ma pedig azt kellett volna mondani, amikor előhozakodt a keze, hogy de hát itt orvosok és szakértők vannak, hogy nem a mi civil véleményünk, nem a civil véleménye van az ő szakvéleményük ellenében, hanem a tudományos tények vannak az ő zöldségeik ellenében. És amit ennyi. Amit tulajdonképpen mi nem megfejtünk, hanem csak összeszedjük helyettük. Ennyi, nem alsunkra ütve kitaláljuk ezeket a dolgokat, hanem tudományos tényekről beszélünk. Tehát azzal meg eléggé nehéz vitatkozni, ezért is nem fognak valószínűleg leülni velünk az illetékesek vitatkozni, mert ezzel nem tudnak vitatkozni. Na mindegy. Én nagyon örülök ennek, hogy egy kicsit le tudtam szedni a keresztvizet róluk, és kimondhattam, hogy az egészségügy luditájéról van szó. Hát azt úgy éreztem azt a mondatot, mikor sikerült kimondanod ezt a szót, akkor úgy látszott rajtad, hogy legördült egy hatalmas szikla a melkasodról, és hát ez megvolt. És akkor egy ilyen apró háttérinfo, ahogy, tehát gyakorlatilag vége volt a tévének, snitt, reklám, és utána szerintem 20 másodperc se telt el, és csörögtél nekem telefonon, hogy hallottad? És kimondtam, és sikerült, és kimondtam, az egészségügy luditái, rohadjanak meg! Igen. A másik nagyon fontos dolog, meg aztán befejezem ezt a téma kerülgetését, hogy vegyük észre, hogy az elmúlt néhány hétben ugyanazokban a médiumokban kapunk megszólalási lehetőséget, végre valahára, ahol a demjénék. És már nincsen elzárva előlünk az a kommunikációs csatorna. Ez is egy nagyon nagy fejlemény. Tehát aki egy kicsit csalódott, és nem azt várja, vagy azt várja, de nem azt kapja ezektől a szereplésektől, de majd talán egyszer odáig is eljutunk, hogy szóról szóra minden tételesen átolt cetig levezessünk, és utána föllélegzünk, és punktum, le van vezetve, mondjanak le, és aztán így holnap fejek hullanak a porba, és eljön a teljen mézzel folyó elektromos cigaretta Kánaán Magyarországon, hogy sajnos ez így ebben a formában nem fog megtörténni. Tehát azt kell tudnunk kihozni egy adott és nagyon gyorsan változó, dinamikus élő helyzetből, amit ott ki tudunk. Én sem vagyok egy teljes az egyébként, emberke, de majd leszek. Az egyébként, hogy a nő megígért, hát illetve fölvetett valamit, kaptál valami direkt kontaktot, hogy ne kelljen még egyszer mondjuk egy ilyen hatalmas, nagy, több ezer mail per napos levelezőboxba irogatni naponta 50 levelet, vagy tehát, hogy van valami direkt kontakt, hogy... Van. Aha. A hölgy, azt hiszem, a gyártásvezető, aki átküldte nekem az anyagokat, és a mai adás után, miután megjelent az Egyesület honlapján a nyilatkozatunk, átküldtem neki összefoglalónak, hogy tudjanak róla, hogy alapvetően ezt szerettem volna a műsorban elmondani, legyenek képbe, abból nek számukra is kiderülhet az, amire a műsorban nem volt lehetőség, hogy kiderüljön közvetlenül. Az fasza. Tehát, hogy milyen érdekes, így ezen gondolkoztam, hogy mi ezt a piacot a kezdetektől fogva önszabályozásra állítottuk be. Nem adtunk 18 év alattiaknak, mindenki elkötelezte magát, hogy olyan aromákat, olyan eszközöket, olyan likvideket, stb. Tehát ott volt az Zürgének egy kérdés, hogy hát van-e erre valami specifikáció? Nincs, bassza meg, mert
mert a mostani törvény sem ezzel foglalkozik, és ez nekem a vesszőparipám, hogy a gyártási standardeket, a specifikációkat, mit lehet használni, mit nem lehet használni likvid készítésnél. Látod, már megint rosszul ülsz a lovon, mert nem azt kellett volna mondani, hogy nincs, hanem hogy igen, van, de hogy ezeket nem a törvény alkotás, hanem az e-cigi gépezet, tehát a gyártók, a forgalmazók. Ezt elmondtam. Persze, csak mondom Fifikának, hogy nem úgy hangsúlyozni, hogy nem nincsen, hanem van, és ezt mi saját magunk. Önállóan, és, igen. És erről beszélek, hogy a piac egy ilyen önszabályzó. És milyen érdekes, érted, hogy mindenki, mit tudom is én, úgy tekint Németországra, mint onnan jön, fújna, mit tudom, olyan segjukból a legértelmesebb szél. És most konstatálom, átküldte az egyik kollégám a Spiegelnek az online cikkét, hogy a németeknél még most fognak arról bassza meg törvényt hozni, hogy gyerekek ne vásárolhassanak e-cigarettát és vízipipát. Érted? Érted? Tehát hihetetlen. És akkor mi vagyunk a nem is tudom, mik a fekete seggűek? Hát álljunk már meg egy pillanatra. Hát pedig iszonyat példaértékű önszabályozást is. Hát de ne úgy mondjuk, hogy mi, tehát a mi az ne Magyarország legyen, hiszen elég csak a Szigetországig elmennünk, hogy ott milyen szabályozások vannak, ha csak mondjuk be akarsz kerülni egy bocsánat, most már nem is Cloud9, hanem Cream the Vape webshopba, hogyha te likviddel be akarsz kerülni, hogy milyen normáknak kell megfelelned, és milyen dokumentációkat kell neked benyújtanod, mert egyébként semmi gond, nem kerülsz be. Ennyi. Tehát igen. Ezt, igen. Mikor azt mondjuk, hogy mi szabályoztuk, az azt jelenti, hogy mi európai véperek, illetve kereskedők, illetve végértékesítő boltok, akik azt mondták, hogy nem vesszük át, hogyha nem olyan a minősége, amit mi elvárunk, és amivel mi ők a saját seggüket védik, és ezáltal minket is. Tehát ők ezt bevállalták, hogy nem árulunk minden szírszart. Ez olyan. Érted, tehát hogy a szabályozó és a törvényhozó előtt járunk körülbelül, nem tudom én, három kerülettel, vagy két megyével. Évtizedekkel, érted? Miközben vissza akarnak minket rángatni amúgy meg a kezdetekhez. Tehát ezek ilyen rettentő érdekes... Hát most se tudják, hogy eszik, vagy isszák, és ez meglátszik az összes szabályozási kísérleten is. Elképesztő ügyesek. Az ugrott még be nekem, hogy volt egy olyan rész a műsorban, ami az példaértékű volt így érdekesség szempontjából, amikor a műsorvezető úriember elkezdte pedzegetni azt, hogy mert hát nem tudjuk, hogy az évek során a rengeteg a szervezetbe bevitt nikotin, hogyha az lerakódik, és az milyen hatásokat fog majd okozni. És miközben mondta ezt a mondatot, az első dolog, ami az eszembe jutott, hogy úristen, hogyan fogom tudni ezt a butaságot a lehető legrövidebben rövidre zárni. És akkor így kutakodtam az agyamban, hogy mit mondjak, mert nyilvánvalóan erre a kérdésre se készültem, csípőből, persze órákat tudok róla beszélni, de arra nincsen lehetőség. És aztán mire összeszedtem a fejembe, hogy mit fogok mondani, keresztbe kérdezett a műsorvezető hölgy, és már szó sem esett a nikotinról, meg hogy az most lerakódik, mert természetesen nem rakódik, lehet baromi felezési. Krisztián, 2 óra felezés ideje, miről beszélünk? Igen. Milyen lerakódásról, érted? Persze. Az agyament professzornő meg ezt mondta. De ő tudod, hogy, miben volt benne. Ő analógiát állított föl, az meg a dízelkorom részecskékre, hogy ez is olyan hogy kicsi részecskék, hogy bemegy a tüdőbe, azt így át, és föl az agyadba. Bekerül a véres, föl az agyadba. Ezt mondta, érted? És föl az agyadba. És akkor születnek a maga agyába a legszarabb gondolatok. Igen. Érti? Azt kellett volna mondani, na a doktornő valami jót szívhatott, mert ott tényleg az agyáig ment. A tüdejéből. Tehát ők tényleg azt hiszik, de most glicerin. Megint kifújtam, és látom a lámpa fényénél, hogy mekkora hatalmas részecskék. Hát ez a torkomon elakad, itt köhögöm kifele, mert akkora részecskék. Jön itt a hülyeségével, hogy tovább megy a tüdőbe, mert olyan kicsi. Édes Istenem! Tehát ez a tehát hogy mondjam, ez az a fajta
csúsztatás, vagy féligasság, vagy ferdítés, hogy van egy ezreléknyi valóságtartalom, és akkor rájátszunk még. Adjunk arra hegyezik ki az egészet. De ha persze, vannak olyan aromák, amik irritálhatják a hörgőt, meg a légutat. Na de hát, de Fifika, könyörgöm. De Fifika, figyelj már, és van, képzeljétek el, olyan gépjármű, ami nem teljesíti a normákat, illetve csal a szoftvere. Volkswagen, és akkor az összes autó? Nem, csak a Volkswagen, bazd meg. Most csak úgy mondom, hogy lehet, hogy más is, de arról derült ki, arról van bebizonyítva. És azt azért értsük meg, ami nekem szemet szúrt, hogy a nőnek a nyilatkozata egy picit nyugodtabb volt, egy picit összeszedettebb volt, hiszen kérdésre válasz, abból kérdés, arra válasz, abból kérdés. A Mujónál meg a tegnapi fasságokat rázúdították válogatás nélkül, és nem győzte kapkodni a fejét, hogy melyikre mondja azt kultúrált hangnemben, levezetve az egyenletet, hogy fasság, de az egyenlet kurva hosszú, tehát csak egy kérdés is elég lett volna 8 percre, és ezért volt szerintem így szarab, hogy nem, tehát ő a nőnek az előző napi nyilatkozatának a levét itta. Az is lehet, tehát nem zárom ki ezt a lehetőséget, csak önmagában az egészet ilyen kontextusba helyezni már az hülyeség volt. Egyébként meg az, hogy valaki orvos... igen. Most mindenki eltűnt. Haló. Ficsor úr. Itt vagytok? Itt vagyok, igen. Hát ez tök jó. Egyszer lenne egy adásom, de nem... én is. Kurva jó. Na. Na, és akkor ott tartottunk. Az még benne volt, hogy, és ne. Már számtalanszor elmondtam, hogy mi szégyeljük nem, magunkat. Nem, kezd el újra a bekezdést. Tehát ebben a kontextusban összehozni ezt a marhaságot, az valami elképesztő, és már számtalanszor elmondtuk, hogy mi szégyeljük magunkat, hogy nekünk kell napra késznek lenni kutatási eredményekbe, mert ők erre nem hajlandóak az egyébként jól fölvett fizetésükért. Köszönöm. És akkor utána jön ezzel a takarózás, hogy a titulusommal takarózok. Az kurvára nem jelent semmit, kedvesem. Hát igen, a titulus kiválóan alkalmas arra, hogy visszaéljenek vele. Egy intézmény hírneve, egy intézmény státusza teljesen triviális arra, hogy visszaéljenek vele, és itt ezt láthatjuk. Ez a tipikusan, mint kicsiben, mikor hova jártál gimnáziumba? A fazekasba. Hú, akkor te biztos nagy... A büdös lófaszba, az meg lehet, hogy kettesebb bukdácsoltál végig. Szóval az, hogy ő az orvosi egyetemet elvégezte 30 éve, és azóta mondjuk nem praktizál, csak ilyen hülyességeket kinyilatkoztat, az nem jelent semmit. Nem, hát ez ugye így beleivódott az emberek tudatába, hogy a doktornak mindig igaza van, és erre azért nagyon durván rájátszanak. Nem véletlenül nem a Demjént küldték oda valószínűleg, hanem megpróbálják a kétbetűs rövidítésekkel kicsit felsrófolni a dolgokat. De nekem egyébként az volt a legkevésbé szimpatikusabb, nyilván az egész iszonyatosan antipatikus volt a doktornő nyilatkozata, de hogy én azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor olyan fejet vágott, mint hogyha így kattogna az agya, hogy mit is mondtak, mit mondjak, nehogy elrontsam, igen, jó, ez sikerült, meg én nagyon sokszor felfedezni véltem az arcjátékában azt, hogy ilyen leszegett, sunyi tekintettel várja a hatást, hogy vajon most a szívéhez kap-e a műsorvezetőnő, és mikor azt mondja, figyelj, akkor így szétgördül a gyönyörűség az arcán, ez a siker. Majd nézd meg a nyilatkozatát még egyszer, volt egy olyan, mikor kijelentette ezt a hogy képzeld, Amerikában meg is haltak, és akkor még nem jött el róla a kamera, egy fél másodpercig rajta maradt, és akkor volt ez kéhes a... meg a szeme, tudod, így elkerekedett, így kidüllett, hogy na erre mit léptek?
Abszolút ez volt, illetve én felfedeztem egy csomószor a bullshit generátor zakatolt a fejében, hogy nem tudta, hogy mi a faszról kell beszélni, vagy mit. Előkapott egy mondatot, és míg azt kimondta, addig kitalálta a következő hülyeséget, és hallatszott, hogy fogga, hogy mondhat egy orvos ilyet, bazd meg, a nikotinnal, meg a glicerinnel kapcsolatban, hogy ha ott lettem volna személyesen, vagy te, vagy bárki más, aki csak elolvasott 5-10 ilyen tanulmányt, akkor de hát pont az önök honlapján van fönn, és pont az önök klinikáján milyen anyaggal kezelik mondjuk az aszmásokat? Milyen inhalátorral? Mi van benne? Most akkor kezét csokolom, mi van? Szóval saját magának mondott volna ott ellent, és ásta volna meg a sírját, de ez így ez a... Figyelted a csajt? De hát az más a klinikán ellenőrzött körülmények között. Persze, bazd meg, mérik a glicerin szintjét. Igen. Nem? Hát hülye. Hát nem tudom, hányszor hallottál a vészhelyzetben ilyet, hogy kórosan magas a glicerin szintje, azonnal ide a nullás vért. Nulla negatívot, lecseréljük, mert magas a glicerinje. Rohadjatok meg. Ezen szétakadtam, mikor ott izé. Hát de ott mi? Ott mérik? Mit? A glicerin szintjét? Hát hihetetlen. De ugyanez a Demiénnél. Úristen! Elpárologtatott propilénglikolt lélegeznek be, hát azt úristenne, használják helyette inkább nikotinos inhalátorunkat, amelynek a vívőközegének főszetevője a párásított propilénglikolt. De az más. Köszönjük, Tibor. Sok ilyet még. Jó, Istenem. Na, de a végén kitrollkodtátok a gyógyszergyártókat. És jegyezzem meg... És az egészségügyi bizniszt. Jegyezzem meg, hogy azért volt hatása annak, amiről napokon keresztül beszéltünk. Nem cicás póló, hosszú ujjúing. Rövid ujjúing volt, bocsánat. Várjál, én hosszúra emlékeztem. Az a másik volt. Az az egyes számú volt, jó. Szóval a borotván még egy kicsit majd fejlesztünk, hogy ne csak szakálnyíró legyen. De patent volt szerintem, úgy egyébként. Olyan aranyos volt, mikor mutatták, ugye te voltál az első vendég, és te már jó diákhoz mérten már ültél a padban, vártad, hogy mikor jönnek oda, és aztán így vártál. Iszogattam. Azért, zseniális volt. Volt saját bögréd? Ez nem tudom, hogy a saját bögréd volt-e például, mert utána az úgy volt, hogy amikor vége volt a műsornak, akkor mondták, hogy az egyik hölgyet kell figyelni, ő fog integetni, hogy mikor hagyhatom el a terepet, és kifele mellett mondtam neki, hogy a bögrét vigyem, ne hagyjam, mondom, beleittem. Vigyelj, de gondolj bele. Nem baj a maga előtt lévő is. Gondolj bele, hogy te voltál a legelső, tehát te jártál gyakorlatilag a legjobban. Az igaz. Utána mindenki csak a te visszaköpött propilénglikolos vízedet issza. Tömeges nikotinmérgezést okozok majd. Jaj. Minden esetre én nagyon örülök a lehetőségnek, még ha nem is 100%-ig úgy sikerült, mint ahogy mi azt szeretnénk, hogy egy ilyen műsor sikerüljön, de hát tényleg, ez egy két élő fegyver, az élő műsor varázsa, egyrészt nagyon be tudnak vinni a málnásba, és nagyon hirtelen irány tud váltani a beszélgetés menete, viszont benne van az is, hogy nem tudják kiszűrni azokat, amikor azt mondom, hogy hazudik valaki. Úgyhogy ilyen ez a... Igen, viszont értékes tapasztalatokat nyersz ilyen szempontból, és egyre csak menőbb leszel, mondjuk már ezt nem tudom, hova lehet fokozni, mert nagyon menő vagy, tehát mondhattad volna, hogy csókolom, nekem már van tapasztalatom, mögöttem van 80 adás podcast. 82, bocsánat. Tehát az... Igen. Szép úton haladunk a 82, és a pilottal együtt. Hát igen. Na nem. Majd valószínűleg egy kicsit lefaragnak azért a szerénységemből, meg a jó neveltségemből is, úgyhogy ezeknek a kis próbálkozós szerepléseknek a levét aztán később más műsorvezetők fogják meginni, amikor hogy befejezzem! Illetve tudod, követelem.
Mondom, ütök. Ezt a teszádból még nem hallottuk. Jaj. Egyszer mindennek eljön az ideje, Charlie. Lépjünk tovább? Lépjünk tovább. Mert hogy a következő az rendhagyó módon nem hazai, hanem a CDC-nek, vagy ha kicsit anglikánabbul akarjuk, akkor a CDC-nek a jelentése. Halleluja! 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 Ez jobb volt, mint egy Two Cellos koncert. Kösz, meddig fogom még hallgatni? Hát, addig, amíg még egyszer el nem jönnek, és te jegyvásárlás nélkül, hogy meglegyen a balansz, úgy mész be. Szóval... 70 éves koromban járókerettel, és így mutatják majd kamerával, hogy gyökkentővel megyek, és így idegesen pillantgatok az órámra, és így, nem megyek oda, mindegy. Szóval a CDC kijelentette, hogy az e-cigaretta már pedig segít a leszokásban, csak ezt még a hazai orvosok nem tudják. Egy ilyen jelentéktelen intézmény, aki eddig az ellenkezőjét állította, magasabb szinten. Mondjál már valamit erről a jelentéktelen intézményről, Krisztián. Hát ezt én is elmondhatom neked, hogy ez az amerikai járványügyi hivatal, nem? Igen. Ez az Center for Disease Control, és rengeteg sorozatban találkozhatunk velük, miközben megmentik a világot, és ők a legmenőbb. És mindenféle űrhajós ruhába. Mondjál egyet. Hatáskörre. Mondjak egyet? Ott volt például, ott van a Strain Walking című Dead. Sorozat. Walking Dead, igen. Atlanta, ott ugye? Tehát akik igen. Atlantába mennek a járványügyhöz, azok mind hozzájuk mennek. Bezony, ott van most a Z-Nation, és ott volt még a, elfelejtettem mi, a fene volt, azt elkaszálták már, de az is CDC is volt. Úgyhogy ezek elképesztő nagy kutyák egészségügy terén. Hát gyakorlatilag ugye ők a csúcs intézmény, mert ők aztán bezárhatnak bármit, meg bárkit, meg kiürítethetik fél Amerikát. Komplett várost, igen. És ugye ők eddig a magasabb szintről azt nyilatkozták folyamatosan, hogy nagyon óvatosan bánjuk az elektronos cigarettáról. Hát a WHO maszlagot nem tudunk róla eleget, valószínűleg kapu a dohányzáshoz, stb. És most jöttek a kis szorgalmas kis hangyák, csináltak egy egészen brutálisan nagy felmérést, kihozták az összesítést, megrágták a számokat, és kiköpték ezt, hogy hú, az meg mi évek óta hülyeségeket beszélünk. De érted, gerinc... legalább beismerték. Volt hát gerincük, azért... volt annyi igen. Szakmai gerincük, elképesztő. Igen. Igen. Jaj, és, ugye, azt mondják, hogy ők kimerték jelenteni, hogy azok a számok, amiket ők leírtak, hogy ugye használt már egy cigarettát mondjuk, vagy jelenleg is egy cigarettát szív, és a többi, tehát az, hogy jelenleg is dohányos paralel szívja, egy éven belül leszokott. Ezek a számok mind azt mutatják, hogy a felmérés adatai szerint ez több, mint véletlen egybeesés, nem csak, hogy sokkal kedveltebb az e-cigaretta a dohányosok és a leszokott dohányosok, mint a nem dohányzók körében, de hogy azokból a dohányosokból, akik az elmúlt évben leszokási kísérletet tettek, sokkal nagyobb arányban lettek e-cigaretta fogyasztók, mint akik nem próbáltak leszokni. Ennyi. És akkor ezzel azt is alátámasztjuk, ugye, amit olyan kardoskodva szeret mindenki mondani, hogy az alternatív dohányzás soron leszokásban segítő szerek, mint például a Champix, meg a tabletta, meg a tapaszok, meg a spré, meg az anyám kínja. Igen, és akkor azoknál ilyen bődületes számokat lehet a 0 és a 3% között olvasni egy éven belül, aztán egy év után meg jó eséllyel ugyanúgy visszaállunk a cigarettára. Itt pedig nem ez van. Hát nagyon nem. Nagyon-nagyon és nem. Leírták, hogy az összes kimutatás, grafikon, anyám kínja,
alapján nagyon úgy tűnik, hogy az e-cigaretta igen jelentős szerepet játszik abban, hogy a dohányfogyasztókat távol tartsa halálos szenvedélyüktől. Le van írva. Ez a szemben mit üzen a dohányosoknak a dohányzás fókuszpont, és az ANTS, dohányosok, nehogy az elektromos cigaretta kedvéért abba hagyjátok a jó kis dohányzást. Normálisak ezek? Komolyan, normálisak? Miért nem fognak egy pisztolyt, és mennek ki az utcára, és lőnek le embereket? Lehet, hogy a következő nyilatkozatodban, csak mikor fölteszik a kérdést, akkor csak egy linket kéne nekik bediktálni, a CDC-nek a jelentése, és annyit mondasz, hogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és meghallgatták. Ez a mondat vége. De Krisztián, tedd hozzá, tehát előbb vezesd be, hogy mi a CDC, mert nem fogja tudni. És akkor utána mondd el, hogy de hát figyelj már, hogyha mit tudom én, a két lábon járó halottakban hatásos a CDC, akkor elhisszük nekik, ugye? Igen. Mi is az elektromos cigaretta? Hát a CDC. Vagy csak mondani nekik, hogy hát nálam sokkal okosabb orvosok, mert azoknak hinni lehet, megállapították a járványügyi központban, Atlantában, tetszik tudni, hol van Atlanta? Nagyon nagy város. Oda el kell menni, de van hozzájuk e-mail címem is, tudok adni, egyeztessenek, mint partnerek. Hogy ugyan már, hogy a faszba van az, hogy náluk javasolt, nálunk meg tiltott. Elhiszem én, hogy a sodródohány az mindennek a megoldása, meg hogy az lesz a megoldás, hogy szálanként 4 forinttal, ami nem 4 forint lesz a végén, mert azt tegnap kiszámoltuk, megemeljük a jövedéki adótartamát, mert mindennek az adóemelés lesz a megoldás kulcsa, hogy azért nem fogok én bazd meg dohányterméket venni, mert kurva drága, te hülye, ez pont annyira nem működik, mint az, hogy rárakod a gégerákos embert a képpel, és bőven meg fogom venni, mert lefosom. Egyrészt, másrészt ez remekül föllendítik a szép cizellált cigarettatárca piacot. Ezt nem kellett volna mondanom, meg gondolkoztam, hogy beugrok, és nem kell más, csak egy présgépet szerezni valahonnan, és nyomatni 1000 számra ezeket a cigi tárcákat, meg dobozokat, mindenféle. Várjál. Jövőre itt lesz az új medve vagy már a dohányzás fókuszpontnak, majd azt hallgatod, hogy a Demián kiáll és farccal közül, hogy nem tudunk eleget a cigaretta tárcákról. Nem javasolja a használatukat. Igen. Na. Szóval úgyhogy a CDC. Ilyenek a CDC-éknél, ezek totál hülyék. Miért nem foglalkoznak azzal, amihez értenek? A zombik. Zombik. Az ennyi. Na, de a belgáknál is vannak hírek. Igen, kijött egy új videóklipjük, amiben Vahorn András szakszofonozik. Így nem mondod. Esküszöm, az új albumról jött előzetes be a dal. De ez nem az a belga, ez a belga. Ez nem az a belga, jó. Mit keres a Vahorn Belgiumban? Amúgy világjáró ember, csak érted? Elnézést a vakmegányra siklatásért, mondja Charlie. Azon gondolkoztam, hogy ki akar színes koillal álmodni, mert én ezt a linket még nem kattintottam egy videó a netre, és így, tehát ez az, amiről már a Ziegler Feri tette be a linket, tehát ez az, amiről már nem tudsz mit mondani, amikor valaki ilyen írdatlan klepto, nem tudom én milyen koírt teker, megégeti a modon különböző hőmérsékleteken, majd utána Photoshop-pal lefényképezi, és a videó felétől arról szól a videó, hogy a Photoshop-ban hogy lehet a színcsatornákat állítani, hogy ez nagyon színes legyen. Érted? Tehát, nem akarok ilyenekbe már belemászni, hogy ezek hova vezetnek, meg hova nem. Brutális. És nem is tudom, hova tettem be. Én látom itt a kéktől a lilán keresztül a sárgáig, és épp ott tartok, hogy pulsing your coil. You will need. Hát ennek mi értelme van? Érted? Ezt küldjük el a Demjénnek.
egyből, meg, és Photoshop-pal szívják az elektromos cigarettát. Nem tudunk eredeket a Photoshop ártalmat. Azt mondja, usual tools to install a coil, clippers, screwdrivers, ceramic tweezers, és azt mondja, coil kleptoned with high grade, zárójel, very important, Nichrome 80, vigyázz, very important. Azt láttad, hogy a... Annyira csövesnek érzem a tekeréseimet lehet, most. Lehet, hogy nem az Alibabán, de valahol valaki már így árul előre elkészített mindenféle ilyen twist, meg klepton, meg... Faszteken van. Faszteken? Van ott sodrot, van ott klepton, van ott anyagi. Teljesen letérdelt. Hát még azt is ki tudod választani, hogy milyen kleptonod legyen, hogy milyen a magátmérő, tehát a belső húzal, a külső húzal. Agyament. Viszont mondjuk arra jó, hogy nem kell otthon barkácsolgatni, hanem mondjuk nem olcsók ám ezek, még Kínából sem, de nem tudom, miért nem, hát tudom, hogy miért nem érzem hiányát ennek, de lehet, hogy pótolnom kell ezen irányú hiányosságaimat, és aztán itt olyan cloud chase lesz, hogy lefosod a bokádat, de egyelőre nem érzem én ezt, hogy nekem nagyon kéne. Erre szükséged lenne. Sőt, most itt előttem van a szegény gyerek button feedere, amit Kínából küldtek most, amit nem tudok sehova se tenni, mert egy tök jó ötlet lenne, hogyha nincs button feederes módkészüléked, akkor ezt csak rátekered a módra, és alul van egy kis tankja, fölül van a kazántér, de már megint elmentünk a bazári fasságba, hiszen mivel használsz egy ilyet? Üvegszállal. Ennek kérlek szépen van három előre tervezett, három bekötési pontja. A harmadik az sehogy nem középen van, mert az egyik oszlopból jön a liquid föl, és ugye ezt mindig lassan, kevés levegővel átengedve szívod, erre ráraknak valami dual cloud chaser top capet, és ilyen hangja van, várja, és ez most csak egy luk. Csodálatos. És ezt most kinyitom kettőbe, tehát így minden varázsát. Tehát ez az igazi button feeder, hogy az ízeket élvezd, vagy vadászd, bocsánat. Vadászd az nem az tudom hova rakni, pedig tök jó ötlet lenne. Na, lehet, hogy ilyenbe kell egy ilyen Clapton Fuse Dragon Parallel Octocoil anyám kínja. De most... Igen? Ja, mondjad. Nem, hogy már találkoztam ilyen fényképekkel a Coil Porn Facebook csoportba is, és már ott se tudtam hova rakni, mikor megnéztem oldalról, gyanús volt, egyébként nagyon szép színei vannak tényleg, aztán fölülről, és hát kilóg 1-2 milliméterre minden volumenjében a kazánpaláston kívülre, tehát így nem életszerű, de elbaszok vele 3-4 órákat, hogy megtekerjem ilyenre. De akkor értem én, hogy hobbi, de mi értelme van? Semmi. De szép, mikor világít. Ja, igen. Én ezt már levezettem, hogy ezt biztos az aksi gyártók erőltetik, hogy minél hamarabb megdögöljön az aksi, és aztán vehess újat. Na, de most itt mellékvágányra mentünk, meséljétek már el nekem kérlek, hogy mi a fene történt Belgiumban, mert itt az elmúlt napok alatt csak dióéban sikerült megnéznem, ezek most tényleg ráharaptak a zseniális angol 95%-os kinyilatkoztatásra, és ők is ütik a vasat? Vagy mi van? Én vépelek, de ennyit hallottam csak én is, igen. Ki írta be? Én voltam. Hát akkor minek írtad be, ha nem tudsz róla semmit? Hát gondoltam, hát. Ja, hát akkor ezt úgy szokták csinálni, hogy belga hírek kérdőjel. Jó. Oké. Okay. Fölkészül jövő héten Ficsor Zoltán. Ennyi. Jó, színes coil kilőve
a CDC jelentés az, arról most beszéltünk, és akkor van még egy... És még van az USA sem menekül bejegyzésem, tehát az amerikaiak is a dohánytermék kategóriába akarják befésülni az e-cigarettát, és a link az természetesen egy amerikai petíció, amelyik... Szerintetek, hát bocsánat, ugyan... szerintetek ezek összeülnek mondjuk nem fél tudom. Évente, vagy hogy tehát, hogy itt is kartelezés megy, vagy mi a tököm? Valami ilyesmi, mert szinte, ha végigolvasod a petíciójukat, akár mi is írhattuk volna egyébként. És egyébként visszafűzve az elejéhez, én voltam olyan lusta, hogy az egyik srác bekommentelte a mélyen tisztelt hölgy YouTube-os videója alá, hogy hát úgy unalmában nem tudott aludni, miket tudott meg a hölgyről, hol dolgozik, mit csinál. Na, rákerestem a weboldalon, megtaláltam a telefonszámát, és így eszembe jutott, hogy mi lenne, hogy mi is azt csinálnánk, mint amit a RIP mondott a videójában, kiírni, hogy pak, 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 erre a telefonszámra hívjátok. És nem, tehát azt mondják, hogy jaj, mert azt úgyis csak a titkárnője veszi föl. Na jó, de a titkárnője föl tud venni egyet. És olyanok ezek a telefonvonalok, hála Istennek, hogyha csak nem olyan központjuk van, hogy hát addig bizony más nem éri el. Aztán lehet, hogy a negyedik, ötödik óra után, mikor folyamatosan csöng a telefon, mert kintről hívják, és nem tudják szűrni, hogy ugyan ki a tököm, mert 48 millió számról hívják, akkor elgondolkoznának, hogy Irénke, mit csináltál már megint? Milyen hülyeséget nyilatkoztál? Úgyhogy érdemes egyébként végigolvasni a petíciójukat, mert ugyanúgy összeszedték. Tehát, annyival egészítették ki azért, hogy a nikotin szerepét is át kéne értékelni ebben az egész dologban, mert hogy vannak azért potenciális egészségügyi előnye is a nikotinnak, lásd Parkinson, Alzheimer, stb. Hogy ezt arról mi is beszéltünk, hogy 10 betegségben van a nikotin fogyasztásnak előnyös hatása. És a végére oda tettek egy igen nagy... Tehát ez úgy látszik, hogy mi is összebeszélünk, mert a végére oda tettek egy írdatlan nagy referencia adatbázist. Hogyha valaminek utána akarnak nézni, akkor itt megtehetik. Úgyhogy hát hajrá, Amerika, tudjuk, milyen cipőben jártok. Azt hittem, az az analógia jön, hogy hajrá, Amerika, hajrá, amerikaiak. Mert... Én nagyon szurkolok nekik, hogy most ez a jelentéktelen kis bagatell CDC eredmény, ez egy kicsit megbolygatja ott a dolgokat, mert ezt azért nagyon durván a tisztelt szabályozók és kretének óra alá lehet dörgölni. Hát illetve most már nem egy ilyen van, tehát nem egy kis szigetország, ahol még nem is tudnak a rendes oldalon közlekedni az autóval, hanem most már ott van ugye Anglia, ott van a járványügyi központ, és akkor lassan most már elég lesz annyit mondani, hogy hány helyről cáfoljuk még meg a hülyeségeiteket? Elég lesz ennyi? Vagy még hozzam a brazil példát, a mexikóit, a portugált, a pirézeket, vagy kiket szeretnétek még? Mondjuk ők annyiból vannak egy picit jobb helyzetben egyébként, hogy nem tudom, mikor indították, de ez friss lehet, az aláírás gyűjtő kampányukat, de nekik 950 darab hiányzik az 50 ezer aláíráshoz. Na jó, de hát egy picit nagyobb ország. Volumen. De a miénk sem áll szarul egyébként. De havonta 200-an telefonálnak nikotin ügyben. De igen. Na de ezt erre nem válaszol. Likvides lett az ujjam, mit csináljak? Erre nem válaszoltatok, hogy mi lenne, hogyha elkezdenének az emberek telefonálni ennek a nőnek? Hát melléket sem. Nem tudom, nekem az a bajom, én ezt már múltkor is mondani akartam. Egy páv, egy biodíszlet. Hogy ez bennem ilyen rossz ízt hagy, mert engem mindig a Kuruc Infóra emlékeztet, tudod, azok jöttek ezzel folyamatosan, hogy
XY telefonszámát kitették, és akkor hívjátok, mert ez nem magyar. Hát azért nem szerintem annyira nem, de még mindig jobb, mint hogyha Tomcatre emlékeztetne, hogy oda mész, azt jó megvered. Nem tudom. Egyeseknek akár már ez is járna, de... Kiveríti a zaklatás fogalmát, és igen, egyébként meg semmire nem mész vele. Ő egy ostoba biodíszlet ebben a történetben. Tehát valaha is ebben a témában hallottuk megnyilatkozni bárhol. Én nem emlékszem rá. Most őt szedték elő, mint szerencsétlen kesztyűbába. Egy, kettő. Pont a lányom írt rám ma, ugye picit utána olvasott a dolgoknak, meg nem is tudom, aztán két hete megosztogatta ő is a saját baráti körébe a petíciót, meg hogy írják alá, meg hogy apukámnak fontos, meg nem tudom én. Akármi. Ki az apja? Ki az apja? Hát, na ez jó lenne tudni egyébként. És a lényeg mi lényeg, hogy most elkezdett keresni kutatásokat, és talált egy csomó pozitív kutatást, de azokat a kutatásokat nem találja, amire hivatkozott a tisztelt professzorasszony, és amin ő elcsodálkozott, és innen látszik, hogy kintről nézve mennyire más a történet, hogy hol vannak a magyar kutatások. Igen, de akár pro, akár kontra, érted? Tehát, hogy ez a nő tud-e mondjuk a pulmonológiai intézet égisze alatt olyan kutatásról beszámolni, ami igenis itt van egy 1000 embert érintő minta, meg fölkértük a vapereket, vagy bármi, érted? Semmi. Tehát a szándék nincs meg bennük, hogy egyáltalán úgy nyúljanak ehhez a témához, ahogy illő és üdvös lenne. De a bepufogtatott, bizonyítás nélküli, borzasztó, gyilkos mondataikkal óriási károkat okoznak, és ezt nem látják be, és nem is fogják belátni, amíg megkapják. Hát ezekkel mi találkozunk nap, mint nap, mikor valamelyik srác írta, hogy már a kollégája, akit majdnem meggyőzött, már azt mondja, hogy inkább a hagyományos cigi, mert az egészség... Érted? Mikor ilyen mondatot hallasz, hogy a hagyományos cigi egészségesebb, meg mikor úgy néznek rá, mint a véres rongyra, mikor szívja az e-cigijét. Tehát ez az utolsó egy-két hét, ez olyan károkat okozott nekünk, hogy azt el nem tudjuk képzelni. És most megint mehet a szarlapátolás. Mit mondott a riporter, hogy minek egyesület? Azt mondja, ismerjék be, hogy káros, szívhatják tovább, érted? Mi történik? Azt kellett volna mondani, hogy minek az egyesület? Hát, hogy az olyan hülyék ellen, mint ti. Hát azért kell az egyesület. Különben most kiülne itt, köcsök. Hát, borzalom. Egyébként pont ez indította bennem akkor, amikor néztem egy gondolatsort, hogy basszus, annak idején mi az egyesületet azért csináltuk meg, hogy legyen egy, tudod, hogy az egy, mint a macska kedvelők, meg a kutya szeretők, igen, meg a nem tudom én, hogy legyen egy egyesület, ahol az azonos érdeklődésűek, meg segítsük a kezdőket, meg nem tudom én mi, és akkor mire megalakultunk, addigra bejött az első kemény politikai döntés, mert hogy azt tudjuk mindannyian, hogy ez a dohánygyáraknak volt a hátszele, hogy a nikotinos tehát már akkor rettegtek az e-cigarettától. Aztán majd most meg azt fogjuk látni, hogy szépen beállnak a sorba mögé, és azt a piacot, amit mi felhasználók szépen kiszélesítettünk, előkészítettük nekik, azt mondjuk szépen le fogják használni. Tehát ennyi lesz a történet. Történet. Fiúkák, borzasztó szara hangotok. Én megragadnám az alkalmat, hogy még egyszer megköszönjem az ANTS-nek és a dohányzás fókuszonnak, hogy a küldetésükkel teljesen ellentétes módon dohányzásra buzdítsák az embereket. Ez az évszázad vicce. Hát az... Igen, igen. És akkor tudod, van a teknő együttesnek egy ilyen videóklipje a disznóvágásról. És az úgy kezdődik, hogy jön a böllé, s az arca a vigyorog.
És akkor én ezt így átköltöttem magamba. Jön a gőzlér, az arccal vigyorok. Vigyázz, vigyázz. Még, hogy ki vagyok. Vigyázz, mert az sem, már úgy látom, az se konform, hogy gőzlér. Jaj. Ajaj. Meg, ajaj. Hogy, meg hogy, várjál, mi a másik? Lekvíd. Már ilyen dolgok, tehát nincs fontosabb problémánk, ilyeneken kell baszakodni. Hát hadd becézgessük már a számunkra oly kedves dolgokat. De mindenki más hívhatja vapernek. Maximum hárman maradjunk, akik így hívják. Ennyi. Ez a mi különbejáratú kőműves páholyba szóló megszólítás titulusunk. Na de hogy... még mindenkinek kilódult az agya. A híres addiktológus az Aher úr. Képzeljétek el, hogyha úgy működne, mint a dohányzás fókuszpont meg az ANTS, bemegy hozzá egy függő. Aher úr, alkoholista vagyok. Ó, tényleg? Na, erre ígyunk! Vizet azt ne, mert 4 litertől megdög lesz. Pálinka, az igen. Hogyha már az előbb szóba került a teknő, MC haver és a teknő, akkor egy kis kitérő, mert hogy ugye múltkor beszéltünk róla, hogy már pedig ő is elcigizik, és a mai nap beszéltem Gézával, aki egyébként most egyszer, először és utoljára kimondom, hogy mindenki össze tudja kötni a nevet az arccal, MC haver és a teknőből ő a haver, és beszélgettünk 45 percet, hogy ő hogy lett gőzlér, elcigis, pára, faló, és nem faló, hanem pára faló. Úgyhogy hallgassuk meg akkor ezt a kis beszélgetést, és akkor utána visszajövünk, és elmélkedünk még egy picit rajta, hogy kinek és miért jó ez. Csapjuk a lecsóba, hallgassuk. Utcú neki. Hello. Szia Géza, Charlie vagyok. Na, szia! Örülök, hogy elfogadtad a felkérést a keringőre, és válaszolsz egy pár egyszerű kérdésünkre, mert egy picit nagyobb fókuszban vagy, mint mondjuk mi. Örülök, hogy itt vagy, köszönjük szépen. Az első kérdés az rögtön belevágunk a közepébe. Minek a hatására kezdtél el tulajdonképpen elcigizni? Hát igazából, ugye 36 éve dohányzom, napi 2 doboz cigarettát biztos, hogy elszívtam. Ez még 14 éves koromban kezdődött, amikor nagyfiú akartam lenni, és a többiek közé állni. Aztán hát nyilván függőségé vált ez bennem. És több próbálkozásom volt. Volt például 2 évig egyszer olyan, hogy ilyen nikotin tartalmú tablettát szopogattam, akkor az viszonylag ki tudta váltani nálam a dohányzást. Aztán elfogyott az a tabletta, illetve nem lehetett már kapni, és akkor úgy gondoltam, hogy tovább dohányzom. Majd az utolsó időszakban, miután 2 évvel az alkoholt is teljes mértékben leraktam, így úgy gondoltam, hogy újabb próbát teszek magamon, és megpróbálom letenni a cigarettát is. Annak hatására, mert annyi sok helyről szorítják már ki, és olyan kellemetlen már kimenni a hidegbe, dideregni, cigarettázni, azon túl, hogy azért az büdös, a nem dohányzó partnerre való tekintettel semmiképp sem előnyös. Így először egy tablettát, a tabletta után olvastam, ami effektív segít ezen a dolgon, de az a tabletta 1 hónap után sem váltott ki semmiféle hatást. Időközben egy új szerelem kezdett el kibontakozni, és csak erőltetni akartam ezt, hogy a dohányzást letenni rávaló tekintettel is. Úgyhogy akkor alaposabban elkezdtem utána nézni az e-ciginek, és abban a pillanatban, hogy az e-cigit kezdtem el szívni, gyakorlatilag már szinte egyáltalán nem éreztem hiányát a cigarettának. Még első 1-2 nap azért 1-2 cigarettát elszívtam mellette. Aztán már egyszerűen próbáltam teljesen kiváltani
Utána eltelt egy hét, és egy hét után azt gondoltam, hogy na most akkor megint rágyújtok, hát olyan jó volt 36 évig szívni, de hát ha én még életem éreztem olyan büdöset, meg rossz ízt, szagot, meg mindent, az valami elképesztő volt, nagy nehezen egy fél szál cigarettát tudtam elszívni, és utána el is nyomtam, és azt mondtam, na jó, nekem ennyi elég, ebből a büdösből nem kell semmi. És azóta bizony hihetetlen, hogy már amiről azt hittem, hogy más sznobizmusból mondja, mikor érzi a cigiszagot, hogy fúj, de büdös, hát valahányszor elmegyek egy hamutartó mellett, amiben mondjuk füstölök egy cigaretta, olyan bűz csap meg, olyan szinten büdös, hogy én meg magamon is csodálkozom, hogy szívhattam én ezt 36 évig. Igen, ez a durva. Egyébként a gyógyszer, amit említettél, az a Champix volt? Így van. Arról tudnál mesélni, hogy mit tapasztaltál magadon? Mert olvas mindenfélét az ember, és elég durva mellékhatásokat látunk ott a depressziótól, az öngyilkossági hajlamig bezárólag mindent, hogy ez valóban így érzi az ember, mikor szedi ezt a gyógyszert? Abszolút nem éreztem mellékhatását, sőt, semmilyen hatását sem éreztem, sajnos. Bár legalább csökkentette volna a nikotin iránti vágyamat, de sajnos nem tudta csökkenteni. Hát akkor ez már majdnem, mint a biorezonancia. Hát lehet igen úgy is mondani, vagy hipnózis, vagy nem tudom. Elképzelhető, hogy vannak emberek, akikben a gyógyszer iránti hit az annyira erős, hogy annak tulajdonítva azt meg tudja tenni. Hát nekem annál azért erősebb kellett. És mit gondolsz, mi volt a sikertelenség oka a többi előzőleg kipróbált módszernél? Hát egyrészt szerintem a motiváció az mindenképpen. Tehát amikor ugye két évig én tablettát szopogattam, akkor nem volt különösebb motiváció, hanem kipróbáltam és pótoltam a nikotint. Most hát azt gondolom, hogy a 60-70%-ban a legerősebb motiváció egy új szerelmi kapcsolat, aki már leszögezte az elején, hogy ő bizony nem szeretne egy hamutartóval csókolozni. Elég nyersnek tűnik ez így ilyen megfogalmazásban, de és akkor így el is kerekedtek a szemeim, de most már úgy gondolom, hogy egyet tudok vele érteni. Igen, és akkor ilyenkor értjük meg, hogy mikor már mi sem dohányzunk, igen. És megérzed azt a hamutartó szagot, hogy el tudod képzelni, hogy na, akkor ő mit érzett. Hát ez az. És miben látod ezen kívül másabbnak az e-cigit a többi leszokás? Hát ez a fura ugye, hogy leszokás segítő eszközt mondunk, de hát az e-cigi, ezt tulajdonképp mindig hangsúlyozzuk a podcastben is, hogy ez nem leszokást segítő eszköz, hanem a nikotin bevitelnek egy alternatív formája, tehát mi nem leszoktunk, hanem egy egészségesebb módjára váltottunk a nikotin bevitelnek. Tehát miben másabb szerinted az e-cigi? Mert úgy hallom, meg a tévében tett nyilatkozataidban is azt látom, hogy ez bevált. Igen, érdekes, ugye hát nyilván én nagyon sokat utána olvasok mindig mindennek, ami érdekel, szeretek tájékozódni, hogy átlássam, hogy mi hogy működik. Ugye kétféle dohányost különböztetnek meg általában, az aktív és a passzív dohányost. A passzív dohányosoknak inkább a mozdulatsor hiányzik, az aktív dohányosból van több, akik ugye a nikotint effektív kívánja a szervezetük, mint egy ilyen éhségérzet, ezért is hívják nikotin éhségnek, ugye tudjuk. Én nyilvánvalóan az aktív dohányosok közé tartoztam, akik a nikotint magát kívánták. Ez egy nagyon jó megfogalmazás, egy alternatív nikotin beviteli technika vagy technológia, mert én ezt úgy fogalmaztam meg egyszer egy barátomnak is, hogy mert aki elkezdett ezen ágálni, jó, az ugyanolyan káros, mint a cigaretta, mondom, figyelj, de legyen. Nem, sokat olvastam utána, tudom, hogy nem tudták kimutatni erről még azt, hogy ez káros. A nikotin maga nem káros, ellentétben mondjuk a cigarettával, ugye tudjuk, hogy 7000 káros anyag van benne, ebből 40 rákkeltő.
Erről az elcigi likvidjéről ugye még nem tudták kimutatni, még számottevő eredmény ebben nem született. Nyilván, ha ez lenne káros, akkor ezen biztos, hogy ebből már kiderült volna, hogy az. De én azt mondtam a barátomnak is, hogy figyelj, legyen ez ugyanolyan káros, mint a cigaretta, de nem büdös, nem köhögök tőle, nem tiltják annyi helyen, ahol már egyszerűen képtelenség szinte bárhol rágyújtani, folyton ki kell vonulni, el kell közösülni, és tulajdonképpen már maga az ezzel járó kellemetlenségek is annyira ösztönöztek arra, hogy valami legyen. Hát bementem mondjuk egy bevásárló központba, és fél órán, háromnegyed óránként ki kellett mennem cigarettázni, és aztán visszamenni, hát ez borzasztó kellemetlen is, meg kényelmetlen, meg minden hátrányával együtt. Ezzel meg nyugodtan bemegyek, füstölgök, és látják, hogy ez elcigi, és eddig még soha senki nem szólt rám. És az utóbbi napok eseményeinek a fényében is ezt tartod? Mert hogy ugye nem tudom, hogy nézted-e, vagy nyomon követted-e az eseményeket, az ANTSZ-es nyilatkozat, a bődületes csúsztatásokkal és marhasságokkal, illetve ugye az új tervezet, amiben gyakorlatilag ugyanúgy a dohányosokkal tennének minket egyenlővé, és azt mondanák, hogy már pedig te, aki elcigizel, menjél ki a dohányosok közé, 5 méterre a bejárati ajtótól, és ott szívjad az elektromos cigidet, ergo kényszerítenének a másodlagos dohányzásra. Pontosan, tehát nem is értem, hogy az eddig ugye úgy döngették a mellüket, hogy na most ugye megmutatjuk, hogy mi visszaszorítjuk a dohányzást. Oké, de hát ugye ezt nyilván nem lehet dohányzásnak nevezni, hiszen nem egyenértékű a cigaretta bűzével, meg az összes emellé sorolt mellékhatásával, vagy káros anyagaival. Igen, borzasztóan felháborítónak találom ezt, hogy egyenértékűnek próbálják beállítani, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez csak egy hevenyészet tervezet, és valamiféle dohány lobby van a háttérben. Bár nem vagyok ilyen összeesküvés elmélet gyártó, de azt gondolom, hogy ebben valószínűleg az lehet. Én minden esetre bárhol, bármilyen fórumon ezek után, miután másfél hónapja már teljesen ezt kiváltotta nálam a cigarettát, sőt, hogy is mondjam, csak élvezeti dologgá vált, hiszen ennek illata van, íze van, és egyszerűen már csak kikapcsolódásként, mint egy vízipipázást. Tehát ezzel az erővel én azt gondolom, a vízipipázást is oda lehetne talán sorolni a dohányosok közé, ha már így vesszük, mert hát szerintem ez nem sokban különbözik egy elektromos vízipipánál. Uh-huh. És akkor azt mondtad, hogy másfél hónapja használod? Hát másfél napja biztos. Uh-huh. És teljesen kiváltotta a cigarettát, tehát egyszer gyújtottam egy hét után rá, de azzal a mozdulattal gyújtott, vagy nyomtam is el a cigarettát, mert annyira büdös. Érdekes egyébként, nekem is van ilyen ismerősöm, aki a napi 2 doboz cigit szívott, nem tudom, te mennyit szívtál? Hát 2 biztos. Uh-huh. És 36 éven keresztül. Ott van hasonló példának egyébként podcast társam, Krisztián, aki egyébként az Egyesület szóvivője, ő napi 4 doboz cigit szívott, ez egy hagyományos nap volt neki, hogyha elment bulizni, akkor 6-ra fölkúszott, senki nem akarta elhinni, és ott van a másik ismerősöm, aki ezt a napi 2 doboz cigit szívta, és egyébként megrögzött dohányos volt, és ő volt az, aki nekem folyamatosan mondta, miután egyszerre leszoktunk a cigiről, átszoktunk erre, és mondta, hogy mi lenne, ha megkóstolnám, mi lenne, ha milyen íze lehet. És mondtam neki, hogy tudod mit, ha ennyire akarod, próbáld ki, adjál magadnak 2 hetet, vagy 3 hetet, és utána szívd meg. És ugyanezt tapasztalta, egyébként nekem is volt ilyen élményem, ha lehet így fogalmazni, mint neked. Nekem lemerült az aksim, és akkor átballagtam a szemmel levő benzinkúthoz. Még mindig megvan az a doboz cigi, és 2 szál hiányzik belőle. Egész éjszaka 2 szálat tudtam elszívni, és borzasztó élmény volt. És ő is ezt mondta, csak alátámasztani tudom azt, amit mondtál, hogy egyszerűen megtapasztalta azt, hogy milyen volt évekig az ő lehelete, milyen, az nem dohány íz volt, amit ő megszokott és dohánynak gondolt, hanem az az égett papír, füst, büdös, kátrányszag.
Pontosan. Én még arra is gyanakodtam esküszöm, hogy most ez hihetetlen, hogy ezt az égett papírt szívtam, én gyakorlatilag tisztán olyan érzésem volt. Ahhoz képest, hogy ezeket a jó aromákat érzem a számban, meg az illatát, szóval, hát igen. Még hogy hetek telnek el, és az ételnek is egész más íze lesz egyébként, de azt nem tudom, tudtad-e, hogy például a cigarettában adalékanyagként marha húgy is szerepel. Nem tudtam. Bizony, azzal is átitatják. Ez miért az is elősegíti a rászokást, vagy miért? Millió és egy olyan addiktív anyag van benne, ami semmit nem mond a halandónak, de vagy az addikciót segíti elő, vagy amit te megszoktál például, hogy mert füstöl a cigi. És miért füstöl a cigi? Azért, mert például azt is növényi glicerinben áztatják, ugyanúgy, mint amit ugye mi szívunk végét. És azért füstöl. Aha. Hát nagyon érdekes, mert ugye hát visszatérve arra, hogy az addiktívra, ugye ezt lehetett tudni a médiából, hogy 2 évvel ezelőttig én alkoholista is voltam, és elég súlyos. És hát nyilvánvalóan ebből eredendően valószínűleg szenvedélybeteg vagyok, hiszen a kaszinófüggőség, játékfüggőség, ami volt, tehát az alkoholfüggőség, hát nyilván a dohányzás is egyfajta függőség, ami a szenvedélybetegségnek lehet egy része. Tehát lehet 1-200 cigit elszívni egy nap, de nem 2-3-4 dobozzal, az már nyilván függőség és szenvedély. Ez a szenvedély tulajdonképpen így meg tudott maradni, tehát tudok szívni, füstölögni, illetve ki is elégíti a nikotin éhségemet ez a dolog. Csak éppen valószínűleg nem sokkal kevésbé káros, még ha egyáltalán káros is, de erre sem nagyon van még bizonyíték tudomásom szerint. Úgyhogy minden fórumon, ahol csak tudom, én ezt ezentúl biztos, hogy harsogni fogom, hogy aki csak tudja, tegye le. És azzal kapcsolatban pedig, hogy a kormány, vagy nem tudom ki akarja ezt kilobbizni, hogy egyenértékű legyen a dohányzókkal, ezt mélységesen elítélem és felháborítónak tartom. A környezeted egyébként hogyan reagált erre az egészre? Ugye azt mondtad, hogy a párod volt az, aki elindított ebben, de például hogy reagáltak a családtagjaid, a fiad, vagy a közvetlen hozzátartozók, hogy na, akkor te most ezt fogod szívni. Nem jöttek azokkal az ismert frázisokkal, hogy de ez károsabb, de ez nem jó, de ennek ez a baja, az a baja, amaz a baja. Hogy álltak hozzá a dologhoz? Hát én mindig, igen, a lányom például dohányzik, 22 éves, és erős kedvet kapott ehhez, hogy átél, mert az ő párja sem dohányzik, és hát nyilvánvalóan nem jó úgy csókolozni valakivel, hogy tiszta dohányszagú. Nyilván a környezetemből is kaptam ezzel kapcsolatos intő dolgokat. Ó, hát ez ugyanolyan káros, mint a cigaretta. Mondom, figyelj, legyen ugyanolyan káros, még az se érdekel. Viszont nem büdös, és egy számtalan pozitív oka van az, hogy szívhatom beltérbe is, egyelőre még ezt nem tiltják. Tehát utána olvastam én, tehát mindenek utána olvasok, amit fontosnak tartok, hogy tudjak róla, nem bizonyított, és cáfolj meg, ha én tévednék abban, hogy nem találtak ebben még káros anyagot, ami effektív káros lenne a szervezetre. Hát annyiban tudnám csak ezt kijavítani, hogy voltak olyan vizsgálatok, amik találtak például diacetilt egyes likvidekben, és azok permutációit, de ez 2013-ban volt, és azóta olyan erős a szabályzás, az önszabályzás. Külföldi webshopok Angliában például mindenkitől megkövetelik minden egyes likvidnél, hogy mutassák be a gyakorlatilag a műbizonylatot róla, és a vizsgálati jegyzőkönyvet. Tehát, hogyha olyan összetevőket tartalmaz, ami szerintük egészségtelen, az ki se rakják a polcra, és ebből iszonyat nagy botrányok tudnak lenni. Hát igen, mert én is azt gondolom egyébként, hogyha ez engedélyezett és szabályos formában történne
akkor mindenképpen ki lehetne ezeket szűrni, és akkor biztos, hogy még ez sem lenne. De ha csak ennyi van, már az sem van nagy baj. Egyet tapasztalok, ami nyilván, ahogy megtudtam, ez a növényi gicerin miatt van, hogy jobban kiszárad egy kicsit a torok, de hát úszve most az eddigi 3-4 liter folyadéknál mondjuk 5-6 litert iszok inkább. Igen. Ez egyáltalán nem káros, hiszen a napi folyadék bevitel az mindenképpen akármennyi, de nagyon fontos. És annak fényében, ami az utóbbi napokban is történt, akár merné-e, vagy javasolod-e másoknak azt, hogy márpedig, hogyha te szeretnél a hagyományos cigarettáról leszokni, akkor ez legyen az, amivel megpróbálkozol, mondjuk a tapasz, vagy a rágó, vagy a tabletta, vagy akármilyen gyógyszerek helyett? Hát annál is inkább, miután én próbálkoztam a tapasszal, semmit se ért, próbálkoztam a gyógyszerrel, semmit sem ért, a rágó az se ért semmit, egyedül ez a nikotinos tabletta, akkor van még mostanában lehet ilyet kapni, ami ilyen hártyaszerű, és a nyelvre, illetve a szájpadrásra lehet. Hát ha nagyon-nagyon olyan van, hogy mondjuk repülőn, ahol tényleg az utastérben a füstölést nem igazán nézik jó szemmel, illetve hát azért most ne szállítsanak le a repülőtérről, vagy repülőről, ott még talán egy kisebb alternatíva lehet ez a szájpadlásra tapasztott nikotinhártya, bár ebben sem éreztem akkora, hogy is mondjam, csak nem éreztem olyan kielégítőnek, mint ezt az e-cigit, ami azért végül is valljuk be őszintén, hogy a mozdulatsort, illetve a dohányzásnak abbéli élményét illuzionálja, ami tulajdonképpen a füsteregetés, vagy pára eregetés, most akkor fogalmazzunk így, mindenképpen javasolnám. Mindenképpen, mert én sem hittem abban, hogy valaha valami ki fogja váltani nálam a cigarettát. Borzasztó erős függőség tud lenni. Én, amikor 2 éve leraktam az alkoholt, sokan azt gondolnák, hogy sokkal nehezebb lerakni az alkoholt, mint a cigarettát, holott pont fordítva van. A cigarettáról sokkal, de sokkal nehezebb lemondani. Igen, egyébként ezt több helyen le is írták, hogy a nikotin addikció az erősebb mondjuk az alkoholnál, és valahol a heroin magasságában emlegették, tehát ezt körülbelül olyan nehéz önerőből leszokni, csak úgy, hogy azt mondod, hogy már pedig én holnaptól nem cigizem. Vagy akkor elmondhatod, hogy leszoktam a dohányzásról 15-ször. Igen, igen. Ugye az alkoholistákról is mondják, hogy úgyis alkoholista marad, lehet, hogy ez még az emlékeimben egyre halványabban él, De alapvetően itt a lényeg ebben az esetben az, hogy egy féket beépít az ember az agyba, és akkor az próbálja befolyásolni a függőséget, illetve kritikus helyzetekben, mint hát nyilván mi nikotinfüggők megszoktuk azt, hogy ha stressz helyzet van, akkor a cigarettát is szívjuk raklapszámra. Én is azt is észreveszem, hogyha valami stresszesebb helyzet ér, akkor bizony gyakrabban szipákolom ezt az e-cigit. Nyilván jobban adagolom nagyobb mennyiségben a nikotint a szervezetembe, de hát én a nikotinnak is azért utána olvastam, és tudom, hogy nagyon érdekes hatása van, mert amikor valami stressz van, akkor megnyugtat, amikor pedig nyugodtság van, akkor egy kicsit fel tud dobni. Tehát maga a nikotin, de a nikotin tudom, hogy nem rákkeltő, tudom, hogy nem káros, tehát maga a nikotin. Igen. Egyébként, hogy mondtad ezt, hogy a repülőgépen mit tartanál még elfogadhatónak, egy picit régebb óta elcigizem, mint te, már több mint 4 éve, nagyon már nem is számolom, és rengeteg olyan repülőúton voltam, amikor nem 2-3 órát, hanem 9-10 órát kellett a levegőben tölteni, és amit az elején elképzelhetetlennek tartottam, hogy ezt én ki fogom bírni dohányzás nélkül, mert dohányosként is repültem, és akkor az volt az első, hogy a tranzitban kerestem, hogy hol lehet dohányozni. Ez az e-ciginél azóta fel sem merül, tehát gond nélkül elmerek indulni, úgy mondjuk vásárolni, vagy repülő útra, hogy most akkor 2-3 órát nem tudom szívni, tehát egész máshogy alakítja át az embernek a nikotinbevitelét
Igen, mert nem stresszelünk azon, hogy úristen, na most már feszült, ha a nikotint kívánod, feszült vagy, meg tudom, hogy abszolút ilyen érzés. Most ez biztos, hogy én azért megkérdeztem egy pilóta ismerős, hogy mi is elég sokat repültünk, meg valószínűleg fogunk is még repülni. Voltunk 4-szer Ausztráliában, 6-szor Amerika, Kanada és egyéb ilyenek. Bizony a repülő mindig nekem is egy külön stressz volt. Tehát volt arra például, Ausztráliában például egy barátomtól kaptam olyan nikotinbetétes szipkát, amiből csak nikotint lehetett szipkázni, és az abszolút segített, az nem füstölt. Uh-huh. Az annyiban volt jobb, hogy ugye nincs füst, és így nem nincs látható jele annak, hogy valamit szívok. Itt ennél a füst élmény sem lenne annyira számomra fontos, mint inkább a szervezetemnek a nikotin vágyának a kielégítése. Uh-huh. De maga az, hogy eleve nem stresszel az ember tényleg azon, hogy na úristen, most te keresek valami helyet, ahol rá lehet gyújtani. Én is ugyanígy voltam a reptéreken, azonnal kerestem a tranzitokban a dohányzó helyet, és akkor érted, a legtöbb helyen, hát ha jártál így, akkor tudod, hogy van egy ilyen, mit tudom, átlátszó plexi fülke, és alig tudsz bemenni, mert vágni lehet a füstöt, meg, de bemész, de és nyomod ezt a 2-300 cigit, amennyi időd van arra a két gép között mondjuk. Tehát ugyanígy voltam vele, hát borzalmas is, és ez azóta még most nem voltam repülőúton, de készülünk amerikai turnéra, és már eleve egy ilyen megelégedettség, hogy na most már úgy fogok ott várakozni a repülőre, vagy átszállni, meg felszállni, hogy nem lesz ez a fajta stressz bennem. És egyébként mit javasolnál azoknak, akik hezitálnak még az e-cigivel kapcsolatban? Az, hogy próbálják ki, és vegyenek erőt magukon, úgyhogy váltsanak. És ha más nem, hogy egy hónapot próbálják ki, nekem 2 nap után már 100 cigire sem volt szükségem, és mondom, 1 hét után is csak pusztán azért gyújtottam rá, hogy na milyen az az illúzió, hogy na most akkor az igazi cigire gyújtok rá, de borzalmas volt. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy egy próbát mindenképpen megér, nem egy olyan drága mulatság ez, hogy ne lehessen. Tehát ha egy hónapnyi cigipénzt, vagy még akár sokkal kevesebbet is erre áldoznak rá, az már megéri. Tehát én azt gondolom, hogy megpróbálni mindenképp érdemes, és azt gondolom, hogy nekem, mint szenvedélybetegnek, ha nekem ezt tudod segíteni, akkor ez biztos, hogy nagyon-nagyon sok embernek fog segíteni. Egyébként milyen készülékkel kezdtél? Én egyből ezt az iStick 40 wattos uh-huh. készüléket vettem. Számomra kényelmes az, hogy ugyanazzal a töltővel tudom tölteni, mint a telefont is. Tehát gyakorlatilag az USB töltőt csak rárakom, ha esetleg már nem is bírja, és ugyanúgy tudom szívni tovább. De általában egy 4-5 órát úgy kibír. A kazánokat meg most egy kicsit úgy váltogatom, de most éppen egy olyan kazánnál tartok. Ugye a dohányosoknál ugye az van, hogy beszívom szájba, és aztán letüdőre. Ennél jobb egy picit, és számomra nem jelentett akadályt, hogy inkább nagyobbat szívok és egyből tüdőre, és egy erősebb füst élményt tudok ezzel produkálni. Hát ez is inkább ilyen illúzió, de most éppen ennél tartok, és ez remekül bevált nekem. Uh-huh. És a választásban segített valami, vagy tényleg csak az volt, amit mondtál is, hogy te utána olvastál mindennek, eldöntötted egyedül, és így vásároltál, vagy volt, aki ebben segítséget nyújtott, vagy esetleg a mi weboldalunk, vagy bármi más, ahol tájékozottál, vagy a videóink, vagy hogy történt ez? Szóval volt egy kezdődő kapcsolatom, aki nehezményezte ezt a büdösségét a dohányzásnak, és hát én is már fontolgattam azért elég régóta, hogy valami úton, módon ezt le tudjam rakni. Aztán elmentem egy ilyen e-cigi boltba, ahol egy nagyon kedves fiatalember volt, és teljes mértékben informált, mindenféle kérdésemre választ tudott adni.
teljesen kielégítően, és hát tulajdonképpen az alapján választottam, amit ő javasolt. Anyagilag ez nem okozott problémát, hogy a lehető legjobb eszközt vegyem meg. Annyiban változott most már talán ez az egész, hogy egyre inkább keresem az íz élményeket, és hát tudom, hogy az árkülönbségek nagyjából abban is vannak, hogy minél finomabb ízeket tudjon kihozni a likvidekből az adott eszköz. Uh-huh. És most jelen pillanatban ez a 20 000 forint körüli eszközöm van, de tervezek egy nagyobbat, mert volt alkalmam megkóstolni, hogy milyen egy ilyen 65 000 forintos eszköz, de nyilván számít mondjuk alapesetben az esztétika, illetve a foghatóság vagy a méret, és ebben az iStick-ben találtam meg, ami úgy is néz ki, hogy na, ez ránézel és látod, hogy komoly, nem egy gagyi műanyag valami, és hát most egyelőre emellett döntöttem, mégis azt bármikor tudom tölteni bárhol, autóban, vagy powerbankról, vagy hálózatról. Uh-huh. És egyébként akkor ezt te csak úgy kezeled, mint egy készülék és eszközként használod, vagy akkor szempont neked az is, hogy könnyen tölthető legyen, könnyen hordozható legyen, és egyébként jó íze legyen, vagy mi az, ami nálad preferencia? Azt gondolom, hogy ez most, hogy így már másfél hónapja áttértem erre, most egyre inkább egyenlőre az íz élmények fokozása az, amit a több ízt próbálok ki. Kipróbáltam azt is, hogy melyik eszköz mennyivel tud jobb ízt, illetve párát, és hát, hogy is mondják, felhőt bocsájtani ki. Most már az nem szempont számomra, hogy úgy szívjam, mint a cigarettát, hogy egy szívás szájra és aztán tüdőre, hanem tudom, elsajátítottam azt a technológiát inkább, hogy egyből tüdőre szívom, egyáltalán nem okoz ez problémát, meg erőfeszítést sem. Úgy látom, hogy ebben sokkal jobb így az élmény, mintha szájba és aztán tüdőre. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen igazából inkább az esztétika egy ilyen eszköznél, ami számomra fontos, hogy ne egy gagyi legyen a kezembe, hanem egy gagyinak kinéző dolog, illetve hát nyilván ami fontos, hogy az akkumulátor próbáljon minél többet kibírni. De nem akarok kompromisszumot kötni abban, hogy most azért nyilvánvalóan ahhoz nagyobb akkumulátor tároló eszközt kéne vennem, hogy ez legyen, de most már azon is gondolkodom egyébként, mert most már egyre inkább nem az eszköz kinézetének az esztétikuma fontos számomra, hanem egyre inkább az íz hatás élmény fokozása. Jó, hát ebben csak támogatni tudunk. Azért a zárójelben megjegyezném, hogyha az ízeket vadászod, akkor sokat segít, hogyha nem tüdőre szívod egyből, mert az a pillanatok alatt így elsöpör a nyelved mellett az ízes gőz, úgyhogy azért én azt tapasztalatból mondom, hogy nekem is van ilyen meg olyan kazánom, de minél kisebb a kazán, és minél szűkebb a levegőjuk rajta, és minél több ideig van a számban a gőz, annál jobban érzem azt, hogy milyen íze is van valójában, és kijönnek azok a finom háttérízek, amit máshogy nem igazán tud az ember megtapasztalni. Nem tudom, most ilyen édes ízeket vettem, és ezek az édes ízek valahogy lehet, hogy azért nem jönnek be, mert annyira nem úgy szívom, hogy... mert most egy olyan kazánom van, ami kifejezetten nagy, és mert egyébként azzal van tele a hócipőm, hogy ezeket a porlasztókat állandóan cserélgetni kell. És a porlasztókat már ilyen két naponta cserélnem kellett, ami mindig akkor utána járni, megvenni, bla 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 bla. Hát igen, itt fog jönni majd az a pont, amikor el kell döntenie az embernek, hogy mit szeretne, hogy az, hogy könnyen karbantartani és csak a porlasztókat cserélni, vagy saját maga akarja felújítgatni, de hát az már megint egy más hobbi, hogy mit tudom is, én másfél órát ül ott, hogy ő megtekergesse saját magának, ahogy szája ízének tetszik, de hát kinek mi a,
mi a fontosabb, hogyha valaki elfoglalt, és egy egész napja csak abból áll, hogy rohangászik, akkor igen, valóban ezek az előre tekert kazánok a jó megoldás. Abból is ki lehet fogni egyébként az ízes kazánokat, úgyhogy szerintem itt nem kell semmilyen szinten megalkuvást kötni a dologgal, úgyhogy meg tudja találni mindenki te is azt, ami számára jó lehet, vagy ideális lehet, és kielégít. Nyilván elsősorban az volt a fontos, hogy kiváltsa a cigarettát. Uh-huh. Persze. Akkor gyakorlatilag majdnem mindegy volt, nikotin legyen, meg valami, valami legyen. Aztán most kezdem úgy egyre jobban, hát inkább hobbivá változtatni ezt a dolgot, mint sem, hogy már az erős para legyen bennem, hogy na csak ne gyújtsak rá. Most már a nem rágyújtás az kezd megszokott lenni számomra, inkább ez az a füstölgés, de hát van, amikor például szinte egész nap csak füstölgök időnként, és ilyen élvezeti dologként is használom, de van, amikor csak akkor szívok bele, hogyha éppen már érzi a szervezetem, hogy kevés a nikotin benne. Uh-huh. Úgyhogy hát nem tudom, hogy hova lehet ezt még tovább fokozni, utána jártam ennek, megmutatta ott a srác azt is, hogy lehet csavarni ezt a dolgot. Igen, egy kicsit ez macerásabb dolog. Azért gondoltam arra a megoldásra, mert talán akkor még ha gyakrabban is kell cserélni, akkor előre tekerek, vagy tekertetek ilyen kazán, vagy ilyen porlasztót, de hát nem tudom, még így hezitálás van, hogy most melyik uh-huh. legyen a jobb. Uh-huh. Érdekes, amit mondasz, mert ezt például nem mondta még senki, hogy nagyobb az ízélmény, hogyha a szűkebb résen szívom be. Ezen elgondolkoztam most. Ki kell mindent próbálni egyébként, és még egy apró tanács, hogy senki nem hiszi el egyébként, hogy az eredeti meg a klón kazánok között akkora különbség van, de nekem volt, meg van szerencsém is, ugye, hogy rengeteg ilyesmit tesztelek, és volt ilyen is, meg olyan is a kezemben, ugyanabból a készülékből is, és valamelyiknél csak egy paraszt hajszálnyival, de idáig, akivel beszéltem, és használunk mindenféle olyan kazánt, ami mondjuk 35-40-50 ezer forintba kerül, Igen, lehet érezni a különbséget a kettő között, ha másban nem, már csak az összeszerelésben is, hogy egy német az nem egészen úgy dolgozik, mint mondjuk a kínai testvéreink. Úgyhogy... Igen, csak egyébként van ez a hosszúkás, most ezt elég gyakran látom ilyen olyanoknál, akik már hosszabb ideje szívják, ez a 60-valány ezer forintba kerülő német, most meg nem mondom milyen márka. Typhoon. Nekem egyetlen bajom van, mert megvenném azt is, csak egy bajom van vele, hogy azt nem lehet ilyen USB töltővel, hanem csak speciális töltővel tölteni. És a pánik örökké rajtam lenne, hogy úristen, most ez lemerül, akkor úristen, most hogy hol hát ezt, igen, ezt fejben kell átállítani, mert amíg te az USB töltőt hordod magaddal, addig én plusz akkumulátort hordok magammal, de a mennyiségből kiindulva én ilyen napi, hát alsó hangon 35-40 millit szoktam elszívni, és ahhoz nekem az a hát készüléke válogatja, de 2-3 akkumulátor bőven elég, hogyha nem vagyok itthon. Az meg tudjuk, hogy mekkora. Igaz, hogy nem USB töltő, de míg te rádugod az USB töltőre, addig én menet közben kicserélem az akkumulátort vezetés közben, piros lámpánál állva természetesen. Szóval igen, ebben is meg lehet találni, és az összeszerelési minőség, azt meg már, ahogy az előbb is említettem, tehát egész más távlatokban van, mint mondjuk akármilyen más kínai testvére. Engedtek engem egyébként volt módomban beleszívni, és valóban éreztem tényleg azt. Csak most már lassan nem tudom eldönteni, hogy már annyi ugye összetevője van az, hogy maga az eszköz, a porlasztó, illetve a kazán összetételek, hogy most már ár-érték arányban vajon mennyivel tudunk. Hát ez olyan, mint amikor fotóztam, és az objektívek fényereje
kapcsán olyan százezres nagyságrendek voltak egy-egy objektívben, hogy már tényleg ilyen 0,1 fényérzékenység is több százezer forintos különbséggel. Tehát bele lehet ebbe őrülni rendesen, úgy látom. Én mindenképpen beleszívtam egy olyanba is, ami ez a komolyabb, az a német, gondolom, amire te beszélsz, ez a hosszabb, vastag rúd jellegű, szerintem ez az ezüst színű, gondolom, arról beszélsz. Most igen, csak, igen, igen, ez a rozsdamentes acél. De egyébként, hogy felajánljak neked másik alternatívát, épp pár hete jelent meg az egyik legnagyobb amerikai forgalmazónak a készüléke, ami ugyanolyan marok készülék, mint amit most használsz, csak egy picivel nagyobb, és azt USB-n keresztül lehet tölteni, aha, és itthon is meg lehet venni valami, hát azt hiszem, hogy 75 ezer forint környéke, de hát az olyan, mint autóban az akármelyik prémium kategóriás autó, azt úgy kell elképzelni, és azzal tényleg nagyon kevés probléma van. De hát igen, ahogy mondtad is, ez ilyen legó, hogy most akkor ezt fejleszem, vagy azt fejleszem, vagy ezt próbáljam ki, azt próbáljam ki. Az ember fél év, egy év után rá fog érezni, hogy mi az, ami neki bejön, és amellett fogja letenni a voksát, aztán megállapodik. Igen, ebből a szempontból egyébként tök jó, és azért is volt szimpatikus, hogy rám írtál, hogy beszéljünk, mert végre egy igazi olyan emberrel beszélgethetek, aki komolyan űzi ezt a hát úgymond mesterséget, és biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok róla, úgyhogy ha bármikor lehetőség van arra, hogy valahol mi találkozzunk, vagy elmenjek hozzád, akkor én szívesen kipróbálnék különböző ilyen jellegű LCG-ket, hogy esetleg fel tudjam mérni mondjuk egy szélesebb palettán ezeknek a lehetőségnek a tárházát. Természetesen ilyenkor jön mindig az, hogy jön az önmarketing, hogy szépen föl kell ballagni a weboldalunkra, ahol nem tudom, hogy nézted-e már, vagy esetleg szembe ötlött. Amit átküldtél? Az elcigitesztek.hu, igen, tehát ott rengeteg készüléket, likvidet, kazánt, minden figyfenét tesztelünk, és egyébként ahova ez az adás is majd föl fog kerülni podcast formájában, és ott, hogyha már valami körvonalazódik, mert ott nagyon szépen összegyűjtöttük, hogy készülékek árkategória szerint, fényképekkel illusztrálva, tehát tudja az ember a nyálát csorgatni. Aztán, hogyha valami megtetszik, akkor persze beszéljünk róla, a telefonszámom megvan, és akkor vagy egy találkozóra eljössz, amit szoktunk szervezni Pesten, vagy csak összefutunk, aztán megnézed, hogy milyen potenciál van benne, vagy mi az, ami... Hogy szokott kinézni egy ilyen találkozó egyébként? Jajaj, küldök majd neked egy ilyen videót. Hát én szívesen elmennék, és szívesen tanulok. Tehát én már mindenről szívesen tanulok, de erről most különösen, mert számomra ez most fontossá vált nagyon az elmúlt másfél hónapban. Természetesen barterezni bármikor tudunk, tehát itt vannak olyan énekes torkú dalos pacsirták, akik bármikor mikrofont ragadnak, és Vastag Csabihoz háttértáncosként felszaladnak a színpadra, vagy csak ők maguk eléneklik a bármelyik hazai nagy mulatós slágert, úgyhogy hát általában úgy szokott kinézni, hogy van a Váci úton egy nekünk dedikált étterem, ahol minket szívesen látnak, lemegyünk oda 50-60-70 ember, gőzölgünk, kipróbáljuk egymás készülékét, az ízeket, a likvideket, közben egy beszélgetünk. A legközelebbi már szívesen részt is veszek, hogyha jó. Megmondod, mikor van. Jó, 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 oké, bármi van, akkor rád üzenek, és akkor egyeztetjük, hogy hol meg mikor lehetne ilyenen összefutni, és akkor tényleg, tehát annyiféle fajta készülékkel, meg likviddel tud az ember találkozni, amit életében... Ja, egyébként, nem... ami még talán fontos, hogy elmondjam az, hogy ugye, hát lehet tudni, hogy a torkomból élek, hiszen a hangommal keresem a kenyeremet. Különösen fontosnak tartom ezért is azt, hogy a cigaretta ugye hát csak kaparja a torkot, csak néha a köhögés az emberre jön, illetve hát nyilván nem tesz jót a toroknak, illetve a hangszálaknak.
Tehát mindenképpen szakmailag is nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt ki tudta váltani a cigarettát, mert nagyon nagyban megkönnyíti mind a színpadon való létemet, a légzés sem sokkal jobb. Tehát számtalan-számtalan előnyét tudom már így zenészként is tapasztalni. Uh-huh, uh-huh. Hát ebből csak profitálni lehet akkor ezek szerint neked is. Nekem mindenképpen borzasztóan nagyon-nagyon, elég ritkán találok olyan dologra, amit én nagyon-nagyon kifogástalannak találok, de ez például az. Most uh-huh. már kifejezetten csak arra megyek, hogy a leges-legjobb ízeket és a leges-legjobb ízélmény, illetve felhőhatást próbáljam megtalálni. Úgyhogy ha ebben ti tudtok segíteni, nekem azt nagyon szépen megköszönöm. Persze, minden további nélkül. Jó, akkor részemről tulajdonképp minden kérdést átrágtunk, hogyha esetleg még van valami, ami beléd szorult a meleg párán kívül, akkor nyugodtan oszd meg velünk. Nem, egyébként nem értem, hogy a meleg pára, hallottam róla, hogy van, hogy valami, ami hűti, de nem éreztem még ebben eddig sosem olyan különbséget, hogy valami meleg lenne, vagy mit számít, hogy hideg vagy meleg. Hát mindenképpen hasznos lenne hozzátok elmenni, és ezeket így átpróbálgatni, hogy milyen lehetőségek vannak, miben lehet fokozni, és abszolút nem sajnálok se időt rá, se energiát, sőt, még talán pénzt sem. Uh-huh. Ezt minél inkább a leges-leg ízletesebbre fokozzam. Jó, 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 kitaláljuk, hogy akkor mit és hogyan tudunk és mikor megoldani, és akkor egyeztetünk, hogy mikor lesz ilyen. Mindenképp egyeztessünk, hogyha lehet, és akkor állok rendelkezésetekre bármivel, amiben esetleg én is tudok segíteni. Sőt, ha bármilyen ilyen, most úgy láttam el, a törvényjavaslatok kapcsán itt kezd kialakulni egy ilyen harc is, én ebben is mindenképpen az e-cigi pártjára állok, mert igenis, ha már letettem azt a büdös cigarettát, és igen, behódolok annak a törvényeknek, amit az állam hoz, akkor legalább adjanak már egy másik alternatívát, hogy ezért valamennyire meg tudjon maradni az élvezeti része is ennek a dolognak. Uh-huh, uh-huh, természetes. Jó, jó, oké. Nagyon szépen köszönünk mindent, pláne azt, hogy időt szakítottál ránk, és egy órában beszélgettünk róla, hogy gondolod, illetve hogy tapasztaltad, mik az érzéseid ezzel kapcsolatban. Ez a mai napon föl is fog kerülni a podcastbe, és akkor majd ezt is megosztom veled. Én utálom visszahallgatni magam, de van, aki nem, úgyhogy majd akkor várunk szeretettel, hogy mondd el a véleményed, hogy milyen volt, és akkor találkozunk. Találkozunk a legközelebbi ilyen összejövetelen. Mindenképpen írd meg, hogy mikor van. Hétköznap én általában többnyire ráérek. Uh-huh. Jó, 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 oké, rendben. Keresni foglak, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Köszönöm, szia! Jó, szia! Na, ennyi lett volna a 40 pár perces nyilatkozata Gézának, és akkor mi is maradjunk annál, hogy elválasztjuk a magánéletet, a magánembert és a fellépőt, a hírességet, ha így lehet mondani, és maradjunk annál, hogy Gézának szólítjuk. Mik voltak a meglátásaitok egyébként ugye az egész beszélgetéssel kapcsolatban? Nekem nagyon szimpatikus volt, egy kerek élménybeszámolót kaptam arról, hogy egy ember végül is milyen bűnvódásokon megy keresztül, mikkel kell megküzdenie, mire eljut addig a pontig, hogy meg tud szabadulni a dohányzástól, és aztán végig próbálja az elektromos cigarettát, illetve hát ugye állsztikkel kezdett, úgyhogy nem a végigpróbálás, nem a készülék hozzáférhetőségre értettem, hanem hogy meglépi ezt a lépést, és kitárul előtt az elektromos cigaretta világa, és hogyan fedezik fel. Szerintem tök jó volt. Hát illetve, hogy ugye amiről a vége felé beszéltünk, hogy ő is kicsit úgy érzi, hogy keresi az ízeket, minél finomabb legyen, és ezzel ellentétben ugye az van, hogy hát most elég szellős kazánokat használ, és hogy örült annak, hogy tudott végre olyan emberrel beszélni, aki
jobban képben van, mint ő mondjuk, és tud hasznos tanácsokat adni, és még azt is ugye belengeti, hogy, hogy tökre szívesen eljönne akár csak mondjuk erre a decemberi találkozóra, amit most írt rám egyébként, hogy küldjük el a podcast linkjét neki, és kitesz az oldalára, ezt ő megköszönte, de mi köszönjük, úgyhogy nekem minden ilyesmi egy pozitív visszacsatolás, hogy elmondja azt, hogy ő mit tapasztalt meg, és hát hallhattuk a sztoriból, hogy hát még a cigaretta volt a leglájtosabb dolog, amivel kapcsolatba került ilyen szempontból, és látjátok, hogy mégis megy egyik napról a másikra, és amin mi is átmentünk ez a hú, mi lenne, ha rágyújtanék, és hát csak rágyújtok, és na milyen, és szar. Ugyanazokon a dolgokon keresztül ment, amiken mi, hogy ment a totózás, hogy na most rágyújtson, most ne gyújtson rá, hogy milyen lehet most így elcikizés közben a cigaretta, és aztán rájön, hogy szar, amin mi is keresztül mentünk. Igen. Nekem azt tetszik, mondja Fifi. Nekem nagyon őszinte volt mindenféle szempontból. Ami érdekes volt, az nyilván, hogy neki is kellett egy lökés, és hogy ez a szerelem volt az ő életében, amikor azt mondta a csaja, hogy nem akar konkrétan egy hamutállal csókolózni. Ez nagyon így megragad bennem. De szóval abszolút pozitív hangulatot keltett bennem ez az egész interjú, és akár szereti valaki, akár nem, már azért érdemes végig hallgatni, mert a saját magunkra is ráismerünk ebben az interjúban. Mondjad, hát Krisztián. Nagyon is. Nekem azt tetszik még rendkívül, hogy teljesen emberi. Tehát egy emberi történetet hallhatunk, egy embernek a vívódását alapvetően, és mi pont ugyanezen mentünk keresztül. És ugye ezek a fajta emberi történetek azok, amit a kedves illetékesek lesöpörnek és anekdotának titulálják, hogy hát ez semmi, ez nem működik. És itt igazán ennek az embereknek az életéről van, a mi életünkről, az ő életéről, az életminőségünkről van szó, és ezt próbálják most ellehetetleníteni, és szerintem az összes ilyen megnyilvánulás, és így, hogy nem egy Gipszi Jakabról van szó, hanem egy ismertebb emberről, talán szélesebb rétegekhez eljut igazándiból, hogy tényleg miről is van szó az elektromos cigarettázás kapcsán, és mi az, amit tönkre akarnak vágni. Tegyük hozzá úgy, hogy amíg neked azt mondták a tévében, hogy már pedig vedd le az asztalról, addig ő nemes egyszerűséggel fogta, és az egész riport alatt ott volt a kezében, szívta, mint egy tök természetes dolog, és képzeld, hogyha már csak, mit tudom is, én 10 emberből 2 így elkezd gondolkozni, mi az Isten van a kezében. És ugye ezt ő büszkén vállalja is, és el is mondta, ahogy hallottátok a riportban is, hogy ő ezt bárkinek elmondja, hogy már pedig igen, ez neki életminőségjavulás volt, amiket mi el szoktunk mondani, a vitális kapacitása javult, a közérzete javult, az, hogy ugye amiről beszéltünk, hogy nem büdös, és ugye ő is mondta, hogy a cigaretta utána valami borzasztó volt, és akkor értette meg, hogy mi az, mikor azt mondja neki egy nem dohányos, hogy ne dohányoz, légy szíves, mert büdös vagy. És hát mondhatjuk ezt túlzónak hangzik, hogy azt mondja valakinek, hogy büdös vagy, de konkrétan, tehát téged is igen. Már zavar. Hát, ahogy minket most, hogy nem dohányzunk, rettenetesen tud zavarni, igen, így ezek után teljesen érthető, hogy egy nem dohányos mennyire elképesztően visszataszítónak találja azt a dohányfüst savanyú, oda bepállott, lerakódott maradékát a dohányfüstnek. Ja. Ami nekem nagyon pozitív visszacsatolás volt, az egyik, hogy természetesen első szóra vállalta a
report, hát minek nevezzem, ezt beszélgettünk csak a Gézával. És nevezd beszélgetésnek. Igen, ezt a beszélgetést vállalta elsőre, és ő mondta is, hogy ettől függetlenül, de emiatt is, bármikor, bármilyen plénum előtt ő szívesen kiáll és mondja, elmondja, hogy ő mit tapasztalt, elmondja, hogy, és mondta is, hogy felülem aztán lehet ugyanolyan káros, mint a cigaretta. Egy, az én döntésem, kettő, ha már csak azt elérem vele, hogy nem vagyok büdös, már akkor jó. Meg a pénzről ne is beszéljünk, mert arra ki se tértünk. Tényleg. De ez volt az egyik. A másik pedig, hogy megköszönte a mi megkeresésünket is, illetve ugye azt, amit mondod, hogy ő szívesen eljönne találkozókra tanulni, megnézni új dolgokat, megismerni új dolgokat. Tehát abszolút nyitott szemmel érdeklődően áll hozzá a dolgokhoz, és tudod, nem ez a három lépés távolság, meg a magas lóról csak azért, mert engem többen ismernek, mint téged. Mondjuk már az utóbbi szereplésedből nem merném ezt azt mondani, hogy többen ismerik őt, mint téged, de egyelőre maradjunk ennél a tézisnél, hogy be fog égni az emberek tudatába a Géza neve, illetve MC Haver és a Teknő produkció neve mellé az, hogy Pivko Krisztián alias Mújó. És majd mikor rákérdeznek mindig az utcán, hogy de pontos vagy elipszilonos jé? Jó, úgy érettségi tétel lesz. Na akkor, hogy írjuk a Mújót? Igen. És majd visszakérdezünk, hogy az régi vagy az új MHS szerint. Azóta én csak szenvedés az életem. A Ján, Jén, Án, Én, Valvel, Hoszheszhöz. Ó, akkor te örülni fogsz ennek, egy kicsit off topic. Tegnap mutatta nekem Kinga, a Magyar Tudományos Akadémiának a honlapján készítettek egy helyesírási szekciót, ahol nagyon kis csinos köntösben, ilyen full webkettes, ajaxos, csili-vili dolgokkal megcsinálták a beír szavakat, kifejezéseket, és megmondja neked, hogy hogyan kell helyesen írni, és nem csak elét teszi, hogy mi a helyes írása annak a szónak, hanem magyarázatokat is fűz hozzá, hogy miért. Tehát egy ilyen roppant hasznos kis. Hát de ilyeneket én is tudnék. Magyarázat. Azért, mert csak. Mert nem tudunk róla eleget. Igen. Nem tudunk róla eleget. Jó, úgyhogy... Visszatérve, MC... most ő Géza, a teknő, Géza. Vagy a haver? Ő a haver és Géza egyébként, tehát maradjunk a Gézánál. Tehát visszatérve a Géza-val készített beszélgetéshez... nagyon-nagyon jó volt hallani azt, amit ugye mi már régen nem éltünk át, hogy milyen az, amikor az ember átmegy az erő világos oldalára, és hogy még egyszer mondom, nekem rettentően emberközeli volt, nagyon lazán, nagyon őszintén. Pedig ő aztán egy jó pár függő hálót emelt maga köré. Úgyhogy én azt mondom, hogy csak így tovább. És azt is tegyük hozzá, hogy én például magamra ismertem, mert ugyanezeket a stációkat mondta, tudod, ez a mint a felelős vépelés, ahogy mi csináltuk annó, hogy utána néztünk, utána olvastunk, kérdeztünk, próbálkoztunk, és abból kialakult ez. Tehát ugyan ott tart, ahol mi tartottunk 3-4-5 éve, és aztán el fog jutni oda, ahol most mi tartunk. Ha Isten és az Anya Szent Egyház így akarja. Hát reméljük, hogy így fogja akarni. Én nekem a kedvenc mondatom az, hogy az e-cigaretta egy okos döntés, bár ugye az utóbbi időben, valljuk be őszintén, a divat is beleszólt ebbe a dologba, és nem csak okos emberek döntése volt az e-cigaretta, de ő egyébként ebből a szempontból teljesen az okos emberek döntéseként vállalta fel az e-cigarettázást. Ennyi. Látod, és csak néha annyi kell, hogy legyen valakinek egy barátnője, aki azt mondja, hogy
Szokjál le, mert büdös a szád. Már hogy a cigitől. Így van. Ennyi is elég. Tehát most kérünk arra minden nőt. Igen, hogy mondja azt a dohányzós párjának, hogy büdös a szád. Nem, tehát a kulcsmondat. Nem akarok egy hamutállal csókolózni, menjél le a sarki e-cigaretta szakboltba, és vegyél e-cigarettát. Igen. És reméljük ezt jövőre is meg fogjuk tenni, meg azután is, meg azután is, meg azután is. Lehet, hogy meg fogod tudni tenni trafikba. Tudod, ha lemész a trafikba, te köcsög, akkor ne a bal oldalról válasszál, hanem a jobb sarokból. Igen. A régi Hólószínház jelenet jutott eszembe, és akkor anyám azt mondta, Artúr, akkor még nem voltam Sir Artúr, ha nem mész el azonnal a legközelebbi elektromos cigaretta szaküzletbe venni egy személyi kézi páraképző készüléket, én beverem azt a buta arcot. Eredetileg ez ugye a Hollók víz alatt röptetéséről szól, de most gyorsan átadaptáltam. Tudnak-e a Hollók víz alatt röptetés? Na így kéne gyorsan adaptálni élő műsorban is. Ez csak egy apró fullánk szúrás volt, de Charlie, és nem igen. Is volt olyan durva, mint a túcsellóz. Ezt vártam. Tudtam, hogy ez még jönni fog hát a végére. Tudod, figyelj, az engem nem érdekel, hogy extra adás, vagy éles, vagy minden adásban meg fogod kapni. Nem szeretetem jeléül. De mondhatnám azt is, hogy... Annyira édes kófia van ennek a kis cica. Hogy mondhatnám azt is, hogy vagy esetleg keresd a koporsóban a Bread of Heaven flaskádat. Oh, újabb kés a májadban. Semmit nem fogok neked ezek után elmondani, Charlie. De egyébként figyelj már... Egy élő titok leszek. Van nálam 10 milli Bread of Heaven, ha gondolod. Jó pénzért. Nem, köszönöm, ott nem a liquid volt a én azt tudom, azért csak megtenném, hogy a Krisztián képét le kéne hozni ott a helyi újság, vagy azokon a Bread of Heaven-es flaskán. Ne. Vagy a teljes flaskán a Bread of Heaven-ös flaskát, hogy elveszek. Keressük. Ismertető jegye. Na de elkanyarodtunk, tehát ez volt az első, majdnem azt mondtam, hogy celeb vagyok, ments ki innen, de az első olyan beszélgetés, ahol egy nálunk sokkal ismertebb ember mondta el az e-cigihez. Közéleti szereplő. Igen, közéleti szereplő mondta el az e-cigihez fűződő viszonyát, és megismerhettük az ő történetét is. Akik ezt hallgatni fogják, ez lesz az első adásuk, és nem tudják mi az, hogy történet, hallgassák vissza az előző 81-et, meg fogják tudni. Úgyhogy a nevetekben is köszönöm Gézának, hogy mikrofon végre állt, és nekünk szentelt 45 percet, és reményeink szerint folytatni fogjuk ezt a hagyományt, és minél többen beállnak majd a sorba, ötleteink vannak rá mindenféleképpen. Örülök. Csak annyit mondanánk, hogy üzennénk innen Krisztiánnal együtt, Gézának. Veled vagyunk, Géza, csak így tovább. Bizony. És viszlát a következő egyszerű találkozón. Igen. Azt már nem is merem mondani, hogy gőzlér parti. Azt majd külön le fogom neki írni lábjegyzetben, magyarázatban, hogy mik ezek a varázsszavak, hogy gőzlér, meg lekvid, meg ilyen hülyeségek, meg tekerés, meg szabóm. Meg a mi bélánk. Ja igen, azt mondtam neki természetesen, ez nálunk nem úgy működik, hogy csak lemegyünk, és akkor ott bandázgatunk, tehát valamit be kell dobni a közösbe, és megegyezném zárójelbe, hogy van nekünk egy aranytorkú bélánk, akit bármikor továbbképzésre be tudnánk lökni, és hát nem kis név, hiszen Vastag Csaba mögött is háttértáncolt, ugye? Azóta ellopta a sót. Azóta próbálom kitörölni a memóriámból, de nem megy. Szóval azt a videót is el fogom neki küldeni, mert kérdezte, hogy milyen egy ilyen találkozó. Na, azt elküldöm, azon van kazánégetés, fákja, azon van Big in Japan, van azon minden, mint a búcsúban, és Béla is ott van. Úgyhogy akkor most már tényleg bezárom a réglit a kapun. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket. Sziasztok! A pára legyen veletek. Sziasztok! Köszi, sziasztok!